Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt, megjött hozzánk menne polgármestere, Józsi, jó, hello! Jó, a borítékot meg a készpénzt, tényleg hello! Van az a pénz, ami elintézett, Feri. Polgármester úr, mi járatban? Egyenesen Mendéről? Csak ezért jöttem, amióta velünk foglalkoztok, na? Azóta úgy elterelik a forgalmat, hogy nincsen vásárló a boltba, úgyhogy akartam, hogy igen, meghalt a CPA, meg a pecsegyes ütő. Mikor indultál, hogy elkerüld a mendei dugó? Kikerültem, földúton jöttem egészen eddig, úgyhogy addig nem volt probléma. Na, de hogy tényleg, mi járatban? Uraim, az ügyből kifolyólag jöttem, hogy múlt héten mondtam ezt a mendei születi fesztivált, és személyesen szerettem volna nektek átadni a meghívókat, illetve szemléltetni szerettem volna, és remélem megkóstoljátok azt, hogy miért is alakul ki Mendén az a dugó, amiről a hetek óta a sajtó és a rádiótok folyamatosan tudósít. Úgyhogy egy kis hurka kolbász, főtt tarja, főtt nyelv, szemszájnak ingerre. Nagyon remélem, hogy ki. Nagyon jó, és a múlt héten beszéltünk róla, nyilván múlt heti. Ez előtte. Előtte készültem. Igen, hát ami megmarad gyakorlatilag, azért, mert most nem állnak meg az autók, ezt behoztam nektek, hogy... Szerintem ez tök jó, minden nap nyugodtan várunk. Szeretettel. Tényleg, minden nap jó még. De tényleg köszönjük, drága vagy, és akkor a születi fesztiválra hozta 3 meghívót. Igen. De aranyos vagy. VIP nincsen tele pénze. Nagyon szépen köszönjük. Na most egyébként drága vagy, köszönjük szépen. Mi újság, most rendőrök irányítanak? Tehát most ez egy kis segítséget jelentett? Mert most pár napja kapjuk, hogy mióta beszéltünk róla, a rendőri irányítás van. Hangsúlyoznám, hogy szeptember 1-e óta van rendőri irányítás, de most azt a technikát választották a rendőrök, hogy Budapest felől érkező autókat megállítják, és két sávon, sűrűsáv felől elterelik a forgalmat, és hogy két sávon küldik be Budapest felé a forgalmat. Úgyhogy semmi fennakadás nincsen, legalábbis a bolt is arról tanúskodik, mert senki nem áll meg, mert azt hiszik, hogy nem állhatnak meg, de ettől függetlenül jól érzem magam, úgyhogy tök jó, hogy fogadtatok és bejöhettem ide. Itt a kedves hölgy azonnal szárnyai alá vett engem és hozott be ide. Hát látod, ennyi rendes kollégáim van. Pedig leizzadtam már. Kávét kaptál? Igen. Nagyon finom volt. Fizetes ki vele, jó? Már az megvolt. Már ki kellett. Az megvolt. Képzeld el, hogy jöttem be, itt a portás úr megállított, és meglepődött, mint faltörőkos a szenzoros ajtónál, hogy milyen csomaggal érkeztem, úgyhogy gyakorlatilag nagyon kedvesek vagytok, és köszönöm, hogy részt vettek. Először járok stúdióba. Tényleg nincs benne pénz. Igen. Megnéztem. Viszont lesz, látom, Szikora Robi és az Ergo, meg Bangó Magi. Igen. A katlanban. A katlanban. Nagyon metal. Gyerekek, és egy Morning Show névre szóló kedves Balázs. Nagyon kedves. És úgy, hogy egy dugó kapcsán beszélgettük egymással, ami azért nem minden nap ünnep egy település életében. Mert már volt rá precedens korábban. Már a dugó nem minden nap? Hát nem volt egyértelműen pozitív azért. Mert tudod, azért az előfordul, hogyha beszélsz egy ilyen helyzetről egy településsel, akkor a település meg sértődik, hogy te miért mondod el, hogy ott baj van. Hát azért mondjuk el, mert ebben az országban élünk, és megpróbálunk erről beszélni. Azért nem mindenki tud ilyen jó fejen reagálni erre, hogy srácok, igen, itt vagyok, kicsit miattam is van, mert az én voltam, tehát hogy ez tök normális dolog. Az tök mondjuk... jó duma volt. Gyerekek, ennyi a pecsenyes ütő. Hát most nem, basszus, ez van. Én nem tudom, hogy mi van, de több SMS kaptam, mint megválasztásom kapcsán gratulációs SMS, ezután a... Hannak nevében kiörült. Most végre megtudták, hogy ki a polgármester. Igen. 6 szavaztak rád, 4 a többiekre. Ennek ez az oka. Na jó, van. Köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok. Megyünk akkor. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Menne polgármesterének. Köszönjük szépen Kasszonyi Józsefnek. Gyerekek, névre szól. De nem a tavalyi. Mondjuk a milyen kis a te nevedre szól, de mindegy. Kedves Balázs. Az én levelem mondjuk úgy kezdődött, hogy felháborítanak tartom, hogy aztán át van húzva, és kedves járna. De jó fej, köszönjük szépen. Hogy?
Ki ez? Ja, csókoltatom én is, mondd meg neki. Ciao, hello, hello. Most ne vidd el. Nehogy csak észre. Most haza viccel? Ha, volt már ilyen korábban. Kézzel, de volt egyszer egy ilyen vendégünk. Ilyen. Volt egyszer egy ilyen vendégünk. Mi maradj egy pillanatra, behozott egy pecsenyetálat. De gyönyörű volt tényleg. Mert hogy promóztuk valami, nem tudom miért. Értem, promóztuk, szóba jött valami hétvégi vásár, vagy valami. Hétfőn bejött, hozott egy hatalmas nagy fatányért, tele minden finomsággal, mondta, hogy kóstoljuk meg, mert ez a sajt nagyon jó, adott egy darabot, majd elvitte az egészet. És elvitte a... Finemítük el. És elvitte, de úgy, ahogy van, ezeket nem azt mondja, hogy tálca, mert hogy abból egy van, vagy mit tudom én. Nem, az volt. Egészet, hogy megmutatta, igen, jó, még egy kicsit. Jó, szaguljátok meg, ugye, hogy milyen jó élet van, na szevasztok. És elvitte, úgyhogy figyelünk, nehogy elvitt. Köszönjük. Készen, a kedves, hogy nem mindig kedves ám. Jó, 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 megyünk, megyünk. Köszi, megnézzük. Hello. Köszi, ciao. Hello. Arccal Bangó Margit felé. Tudod, micsoda bulit csinál. Hát sejtem. Nagyon jó, ergo, jó lesz. Mondjuk Dénes Tamás a DJ. Jó, hát. Jó le, az is jó. Kedves, szimpatikus rác. Mondjuk azt, hogy bevállalt, hogy jövő a pecsénysütő, az nagyon a legnagyobb. A legnagyobb. Az jó duma. Tehát, hogy azért az... Igen, ő kicsit jó a dugó, mert megállnak sokan a pecsénysütő előtt. Más nem vállalja be, hogy jövő a kastély. Igen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Egy nagyon, nagyon helyes levelet kaptunk. Egy hallgatónk hívta fel a figyelmet egy buszsofőrre, és a levél azt nagyon rövid, de nagyon helyes, így szól. Nem akarjátok esetleg felhívni valamelyik reggeljövő éteren, hogy meséljen kicsit erről a sztoriról? Én ismerem személy szerint is Gábort, nagyon szórakoztató figura, Hodor kapcsán jó anekdótái vannak, mert hogy ő Hodor magyar hangja, aki egyébként buszvezető. El tudná nektek mesélni, hogy készült fel a szinkron szerepre, hogy a beszédtanárával lekváros kenyér kifejezést gyakorolt a 20 különböző érzelmi tónussal, hogy később Hodor is menjen. Buszvezető nagyon helyes, és biztos örülne, ha felhívnátok. Szép napot, jó munkát nektek, Szombati Orsi. Na, aki látta a Trónok harcát, az ugye tudja, miről van szó. Igen, nem túl komplex a szerep. Nem túl komplex a szerep, de azért az mégis érdekes, hogy van egy buszvezető, aki egyébként egy nagyon helyes buszvezető, és egyébként ő néha vállal szinkron színészkedést is, mert hogy ő színészként indult, majd mindjárt elmondja, aztán egyszer csak Hodor magyar hangja lett. Közben igen. Pedig buszvezető. És valaki esetleg nem látta volna, bocsánat, a Trónok harcát, nem tudná, hogy a szerep az milyen követelményekkel jár, az gondolja Lázár Ervin Dömdödömjére. Te körülbelül ezt nyomja Hodor? Aki pont ennyit mond egyébként mindig, lekváros hogy Dömdödöm. Lekváros kenyér. Így van, nem, Hodor annyit mond mindig, hogy Hodor. Tényleg? Ja, figyelj, de önmagában a sztori tök helyes, hogy van egy buszvezetőnk, aki hétköznapként buszvezető, és hát nem kapott elég munkát, aztán azt nem tudok megélni belőle, elmeg, leteszem a jogsit, elmeg buszvezetni, ha meg kell, akkor meg néha szinkronizálok. És a szinkronrendező ment a 4-es 6-oson, vagy az villamos a 7-esen, és meghallotta, hogy bemondja az állomást, vagy mi volt? Simán lehet, nem? De jó ez a hang, kire tud... Hodor! Asztória megálló. Te jó szól. Na, itt van velünk Gábor a vonalban. Gábor, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt, hello Gábor. Na, egy hallgatónk írt nekünk, név szerint Orsi, hogy én nem tudom, hogy ő veled utazik, vagy ő ezt pontosan honnan tudta, de hogy felajánlott, hogy beszélgessünk veled, mert hogy valószínű ennek te is örülnél, meg lehet, hogy minket is boldoggá tenne a dolog. Te valóban buszvezetőként dolgozol? Valójában 3 éve autóbuszvezetőként dolgozom. És melyik volt előbb, a szinkron színészkedés, vagy a buszvezetés? Hát a szinkron volt előbb, az kb. Egy olyan 15-16 éve kezdtem el. És akkor mondták, hogy szép kövér gyerek vagy, gyere színpadra, mondom, gyerekek, fogalmam sincs, hogy a színpadon mit kell csinálni, majd megtanulod, aztán szép lassan, azóta is tanulgatom Szinovágyul a barátomtól a szakmát, úgyhogy én élvezem a dolgot, csak kevesebb, ahogy mondtátok a felkonfban, kevesebb lett a munkám, és így jött az a ötlet, amit leggyorsabban meg lehet csinálni, megszereztem a buszhoz a jogosítványt, és elhelyezkedtem. És mert délelőttönként szinkron, délután busz, szabadnapon szinte egész nap szinkron. És milyen szinkron szerepeid vannak?
Hát ami most pillanatilag fut, ami talán úgy ismert lehet, az a Grimm című sorozatban a Bud szerepe. Ő egy ilyen meglehetősen diszfóniás beszédű ember, aki állandóan kapkodja a levegőt, és állandóan gyorsan beszél. Nagyon ő ellentételezi Hodort, aki ugye egyetlen egy szót mondott, a Bud az viszont megizzaszt a végtelenségig. Bár időnként a Hodor sem volt könnyű, mert a egyetlen egy szóval ez a Hodorral kellett kifejeznem az érzelmeket, illetve a mozgását a Christian Nernek, aki a Hodor szerepét játszotta a filmben. Igen, Hodor mindig azt annyit mondott, hogy ugyanis mondott, hogy Hodor. 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 Ami nem egy egyszerű, erre éjes volt, azt mondta Hodor, ha bántották, azt mondta Hodor, ha el akarták tőle venni a gyerekeket, azt mondta Hodor, tehát hogy ő valóban tényleg... Változatos volt. Igen, ez az expresszív afáziának a tünete, ami egy létező betegség, a halánték lebbeinek az elváltozása, ami hát tulajdonképpen egyetlen, nem is, hogy egyetlen szó, hanem a verbális szövegszerkesztésnek a szétesését jelenti. Ő szavakban beszél, ahogy én beszélem az angol nyelvet, hogy én menni utca láttam, kutya mondta miau. Ha valaki akarja megérti, ha nem, akkor nem, akkor így jártam. Beszédtechnika tanár segítségével készültél a szerepre? Az a beszédtanár jóval korábban volt, az 10 évvel ezelőtt volt, ja. Csak én kaptam egy olyan szerepet, hogy a lekvár, nem szerepet, hanem szót, hogy lekváros kenyér. Ma a Montág Imrének van egy gyakorlata, ő 25 féleképpen el tudta mondani azt, hogy jó napot kívánok. Hát én 10 alatt van, amit bele tudok vinni egy-egy szóba, és a lekváros kenyérrel kellett elmondanom a macsót, a kofai, a piaci hőkofát, és a többi, amik úgy általában szerepek vannak az életben. Egy szerelmeset dob már be lekváros kenyérből, hogy az milyen. Hát ez most nagyon jó. Na, hát ez baromi nehéz, olyan, amikor a színészek azt mondja, hogy ma grimaszolj egyet. Lekváros kenyér. Hát ez inkább, igen. Erotikával túl fűtött volt. Hát miért működik, annyitul a szerelem? Az mondjuk igaz, nyertél. Melyik járaton vagy egyébként? Hol vagy buszvezető? A 250-es busz vonalán, ami a Kelenföldi vasútállomás és a Savoya Park között közlekedik, egy gyönyörű szép helyen, Budafokon, kertvárosi övezetben. Mennyire szép, mondd már előci Hodor nyelvén. Tényleg nagyon szép, és ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó az utasokkal való kapcsolatom. Nagyon kellett, tehát tényleg kellemes velük utazni. Na most őszintén, volt már olyan, hogy valaki az utasok közül odajött és azt mondta, hogy én magát ismerem, hallottam már a hangját, maga ugye Hodor. Nem létezik, ez nem létezik. Nem volt ilyen. Ellenben, amióta megy a szavazás, a Budapesti Közlekedési Központ szavazó játék a Facebookon, azóta viszont nagyon sokan mosolyognak, és a tekintetükben ott van a én tudom, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudom. Tehát most már nagyon sokatnak leesett, hogy... De ez milyen szavazás? Mi ez? Milyen szavazás? Legnépszerűbb buszsofőrt keresi. A legnépszerűbb buszsofőrt. Aha. Most nem is tudtam. Erre lehet szavazni, hogy ki a legnépszerűbb buszsofőr, tényleg? Uh-huh. Igen. Te kapsz azért, mert hogy ők tudják, hogy te tudod, hogy ők is tudják. Nem. Nem, itt azért nagyon komoly kollégákkal vagyok itt versenyben, akik már nagyon régóta buszoznak, és nagyon nagy az ismertségük, és hát valójában igazi buszos szakemberek, mert én csak néhány éve csinálom ezt. De miért? Csak annyi különbség, annyi van ebbe az egészbe, hogy ez a Hodor bejött ebbe a történetbe, hogy akkor viszont én ezt már kihasználom, hogy a durván 1000 autóbuszvezető kollégámra egy kicsit felhívni a figyelmet, egy kis odafigyelést, egy kis szeretetet feléjük plántálni. Micsoda szív. Nehelyes vagy. Micsoda szív. Na jól van. Gábor, hát köszi, hogy itt voltál. Érdekes volt, meglepődtünk, nem gondoltuk volna, hogy ez valóban így van, aztán utána néztünk, és tényleg megtaláltunk téged. Te, aki ha véletlen, vagy, nem ismer lehetetlen. Igen. És színészként is tevékenykedsz? Tehát színházban? Vagy most egyelőre csak buszvezet és szinkronizálsz? Nem. A színház olyan, hogy legközelebb november 10-én játszom. Az a baj, hogy nagyon nehéz engem most diszponálni, mert a busz miatt, úgyhogy a színház az most aláfagyott, csak a futódarabokban vagyok benne.
és tehát új darabot nem próbálok, viszont a szinkron az folyamatos, tehát most is, ma is megyek szinkronba, holnap, szerdán, tehát hál' Istennek, hogy be van osztva. De hodorozni? Vagy van más? Nem, sajnos kiírták. Vége? Meghalt szegény. Nem, hodor kiírták a sorozatból, de a Grimm továbbra is fut, egy Esperanza nevű sorozat szintén fut, egy másik stúdióban. Amikor meg színészkedném, akkor megmondod, gyerekek, ne aragudjatok, járatom van, úgyhogy nem. Keressetek már. Köszi Gábor, vigyázz magadra. Én köszönöm, a legjobbakat nektek. Köszönjük szépen. Hello, ciao. Mi lett vele tényleg? Elmondjuk el, mert még nem említettem el az utolsó évadig. Nem tudom, hát sajnos. Csúnya vége van? De kiderült, hogy miért mondja azt, hogy hodor. Hát hallott homlokleveny. Ja, jó, picit összetettem a dolog. Kiderül, hogy miért mondod, hogy meg kéne nagyon szerethető karakter. Akinek nem mellesleg egyébként, vagy milyen, bocsánat, ez picit én, szóval mellesleg hatalmas. Nagy darab, igen. Vannak. Rákeres. Nem arra gondoltam, ez is kiderül a sorot. Na, drága hallgatók, a színészkedés és a szinkron színészet kapcsán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy fiatalabb korunkban, gyermekkorunkban, vagy éppen kamaszként ki milyen produkcióban statisztált. És kiderült, hogy itt majdnem mindenkit behívtak valahova, állt egy sarkon az Evitában, átadott egy levelet Madonnának, valahol a Hősök terén, egy darab német katona volt, sose került be a moziba, mert kivágták. Szóval, hogy itt majdnem mindenkinek vannak ilyen élményei, és szeretnénk benneteket is megkérdezni arról, hogy ki miben játszott, lehetett-e egyáltalán látni, mi volt a feladata, ha tömegjelenet, azt is írjátok meg, ha esetleg világsztárral találkoztatok, azt is, hogy ki milyen hollywoodi produkcióban játszott Isten. Már, vagy akár magyar filmben, sorozatban, az apró utolsó utáni kis statiszta szerepekre is kíváncsiak vagyunk. Én voltam lázongó paraszt a Jáki templom el. De jó. Levegette valamelyik király, nem tudom már melyik királyunk, nem engedte, hogy bemenjenek a hívők a templomba. És azt kell sejátsz, hogy tűnjön, be akarsz valást, igen, és hogy dörömbölök a templomba, mert be akarok menni. És benne voltál, vagy kivágtak őszintén? Nem, benne voltam. Benne voltál? Benne voltam. Viki anya az Evitába nyomta. De látható? Hát az Evitába ugye, amikor hát megérkezett Evitába, magyar statiszták voltak, az Evitába rengetegen voltak. Benne volt? Ő benne volt, aztán? Benne volt. De nem látszik. A kutyában vagy a kutya nélkül? Kirült aztán, hogy Viki húga is volt az Evitában, tehát az egy ilyen családi vállalkozás volt, úgy látszik, akkor ott valamelyik egy statiszta közvetítővel járt, hogy én nem tudom, mi történt, de mindenkit kiközvetítettek a családból az Evitába. Én úgy, a Szegedi Nemzeti Színházban játsztam, mint szerzetes, kérlek szépen Csillag a Mágián című darabban, és az volt, hogy ilyen csuhát hogy kell. Megjegyeztetek. Várjál, hogy nem, hogy venni kellett fölé a csuhát, és az volt, hogy ezt átlag méretre gyártották, tehát nekem a térdem aláig ért, és föl kellett volna álljunk úgy, hogy mondták, hogy de szép nagy darab csávó álljon ide előre, és akkor meglátta a rendező, sírva elkezdett röhögni, hogy kint van a lábszer a csuhából, állj a másik oldalára, tehát semmi. Én voltam a sor másik végén, a közönség legtávolabbi részén benne a takarásban. De kifizették. Hát, az a lényeg. Elmentünk, beszélgettünk, jó volt. Az lényeg. Igen, beszéltünk, mi is hétvégén kiderült, hogy Viki húga ugye az Evitában játszott, és a Banderász őt szedte föl a földről valami szekér alól. Oh. De hogy volt ott egy kislány, aki 3 napot feküdt a szekér alatt, csak felfázott, mire a Banderász valóban felszedte, és akkor befektették a húgát, akkor viszont téged fognak felszedni a Banderász, mint a 10 éves volt a húga, vagy nem, és akkor a Banderász összeeszkávált, vagy felszedte. Maga Banderász. Maga Banderász elől, igen. Igen. Egy szekér alól, vagy nem tudom, valahonnan föl kellett. Nem Benicio del Toro, hanem Banderász. Banderász. Igen. Na, úgyhogy írjátok meg, drága hallgatók, hogy miben játszottatok el életetek szerepét, jó, ki miben statisztált, mit adott át, mi volt a szerep, mi volt a film, és mit kellett csinálni. Ér azt is megírni, hogy benne voltál-e, vagy nem. Jó, mert az is gyönyörű történetek vannak, amikor becsődül a család, tudom, 15 évvel ezelőtt, hogy moziba várjátok, hogy ott leszek, és kivágnak. Na nem vagy benne. Ez az, hogy itt, ott. Mi? És a büdös életben nem láttad magad. Viszont soha. Írjátok meg, hogy mi volt ez, jó? Miben színészkedtetek egy pillanatra. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! És ők ezért pénzt kapnak, érted? Nem, keveset. 3-4-8. És gratulálunk. 3-4-8, és kiváló dalod. 3-4-8 múlt pontosan egy percen. Arról beszélgettünk már, hogy ki milyen produkcióban játszott egy, hát hogy is mondjam, hajszálka kis szerepecskét. Szóval, hogy minden érdekel bennünket, amikor is életetek nagy jelenetére készültetek, és valamelyik amerikai vagy magyar produkcióban. Nyilván nem főszereplőket keresünk, hanem hát statisztáltatok.
ugye régebben is, és most is nagyon sok amerikai produkció is forog itt, és hát gyerekként, amikor tényleg először Madonna megérkezett, és az Evitát itt forgatták, hát akkor megállt az élet. Ma már azért ehhez hozzá vagyunk szokva. Te bármiben benne voltál, hogy benne lehettél. Óriási dolog volt. Óriási élmény volt. Igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy Kicsváros forgatásán egész nap tömegjelenetben vettem részt, csak két szem látszódik, viszont 2009-ben a Razzia című francia filmen ennyi volt 5 másodperc. A kamera előtt kellett elvinnem egy dobozt egyik asztalról a másikra. 5 másodperc csak én. Egyedül voltál. És csak egyszer kellett újra venni, Zolik. Tehát, hogy lehetséges is vagy, ugye? Nem jobbról balra, balról jobbra. Igen, azt mondja, hogy a reklámfilmet forgattak, amíg létező Buda és Kálában arról, mi lesz, ha 100 forint lesz egy kiló kenyér. Engem, mint fevőt kérdezt meg lejátszották este a híradóban. Az az utálat, irítség és támadás, ami másabb kollégáktól jött, felejthetetlen. Ria küldte nekünk. Apám egri csillagokban magyar strázsás volt. Bátyám Stallone menekülés a győzelembe tömegjelenetet vett föl. Az ki lehetett az egri csillagokban, azt a statisztát keressük, akinek a kezén ott volt a kvarc óra. Az egy ilyen legendás. Rasburg Jenő családi kör című sorozatában csúfolnom kellett egy kislányt. Vagy 50-szer el kellett mondanom, hogy ott jön az esernyőfejű. Én mindig elrontottam. A három kívánságban voltam őrjöngő tömeg. Ezt Niki küldte meg. De egyedül? Igen. Pixelámi reklám Szegedi Nemzeti Színházban forgatták. A tarkom körülbelül 3 másodpercig látszott. A párom Brad Pitt-es dublőre volt a 7 év Tibetben című filmben. Na, az komoly. Nem, megpróbáltuk kiszédni, de nem akar beszélni. Azt mondja, hogy a feleségem volt statiszta Ed Harris Beethoven filmjében. Kurtizánt játszott, még táncolni is kellett Ed Harris-szel. Vártuk a filmet, sajnos kivágták a jelenetet. A szemetek. Rohadékok, ezek nincs. Mert Ed Harris szalul nézett ki. Igen. Azt mondja, hogy 88-ban a Terminus című filmen kislány főszereplőjének a dublőre volt a másik főszereplő. Annyira hasonlítottunk egymásra a kislányról, hogy édesanyám nem tudta megmondani, én vagyok-e a filmben, vagy ő. A Mesél az Opera című produkcióban bálozó lány voltam, sok kiváló színésszel beszélgethettem. Ezt Krisztek küldte nekünk. A testdublőr is az kam volt, de hát nyilván. Én is voltam egyébként. A testdublőr? Igen, a szaunás jelenetben a Vörös Zsaróban már Nagy Schwarzenegger. Nem, te csak segdublőr voltál. Igen, biceps. Segdublőr voltál. De nagyon jó segdublőr voltál. Arni azóta is emlegeti, hogy olyan segdublőre volt. Milyen senki van Arninak, az is az övé volt. Az én voltam. Igazából díjat nyertél. Így van. Díjat nyertél a következő megrendező Kaszkadőrök kockáján. A legjobb segdublőr kategória. És az év segge, igen, János Vadon! Balázsokban voltam néző. Hát gyerekek, az... Na, ott az, na ott az hát azért sokan. Az, igen. Kisváros forgatás egész nap tömegjelent, csak két szem látszódik. Igen. Ja, ezt már olvastam, igen. Valaki összetörte a Kisvárosban valakinek a robogóját, és erre mindig emlékezik. Csomi barátom az Üvegtigris 2 című filmben igen fontos szerepet kapott, koporsó cipelő volt. Igen, 1000 éve nem láttam se a filmet, se őt, innen üdvözlöm őt. Atlasz küldte nekünk, köszönjük szépen. Havarom, a Hasutasok című filmben látható, mikor Hernádi a barátom fejét jól láthatóan a mellei közé szorítja. Mondanom se kell, nagyon irigyelt. Hát beszélgettünk igen Olivierrel. Emlékeztek Olivierre, aki híres sztárok testdublőre volt, és ő egyszer azt mondta, mellett. Hogy állítólag tényleg a Bradnek volt ő a testdublőre valamikor. Még a Danubiusban beszélgettünk. Igen, és elmentek együtt motorozni. Kvadoztak a sivatagban. Bocsánat. A sivatagban, igen. Vádli dublőr volt, ugye? Meg Fedék, ő is. Igen. Azt mondjuk nem tudom, hogy Brad Pittnek miért van szüksége ilyesmire, tehát, hogy mert egyébként tökéletes teste van, tehát, hogy nagyon jól néz ki az ember, de hát jó, hát Olivier sem. Olivier játszott, igen. Keresztény című második világháborús magyar erdélyi rendezési dokumentumfilm, ha jól emlékszel, 4-5-ször is meghaltam, nagyon izgalmas volt, kicsit egycsangú szerep. Nagyon jó SMS-ek vannak egyébként. Tényleg kiderül, hogy minden családban legalább egy valaki játszott egy világhírű produkcióban, egy pillanatra is. Én voltam az Evitában a tus alatt a leghátsó éneklő katona. Rohadtul nem látszik belőlem semmi. Endre küldte.
Ennek küldte nekünk. Én a Katedrális című filmben voltam leprás paraszt. Donald Sutherland is játszott benne, találkoztunk is pár nappal később. Donald besétált anyukám ékszerboltjába az 5. kerületben. Anyu mondta neki, hogy a fiammal együtt játszik, majd miután kiderült, hogy mi a karakterem, kérdezte a pasi anyukámat, melyik testrésze hiányzik, mert akkor megkeres majd a forgatáson. De jó fej. Nem keresett meg, de legalább anyunál vett egy közel 1 milliós gyűrűt. Na, megérte. Igen. Ez a leprás paraszt, ez életem álma lett volna. És abból az egyik része már megvan. Igen, az egyik a felét csikörcsök. Kicsit igen, csonka még az életpályám. Már csak leprásnak kell lenned, mert a felét már összeösszed, igen. A Hellboy 2-ben dülöngélő ork voltam. Az is egy komoly szerep. Autostatiszta voltam az I Spy című filmen. Az Eddie Murphy, az én akivel úgy forgatták, igen. Na jó, hát komoly szerepek azért ezek. Komoly szerepek, köszönjük. Nagy élmény lehet egy ilyen nemzetközi az produkcióban. Képzeljünk, mikor egy Brad Pitt elmegy, és ott vagy egy film, nyilván közelébe se kerülhetsz, tudom. Ha találkozol vele. Általában szakadó esőben -4 fokban állsz egy tömegben. Világszárt nem látsz, négyszer felveszik veled, senkivel nem találkozol, senkinek a közelében nem, viszont nagyon jól fizet. És ez nagy tényleg, egyébként baromi jól fizetnek. Most nem találod, de az volt az egyik kedvenc, amit egyik adagot írt, hogy az Édesemma drága Böbe című filmben volt a címszereplő elhunyt családja a bátyjával és az édesanyjával anyával együtt, és csak egy fotóformájában kerültek ma a filmben. De nyomorult úr is, az jó, milyen. Ott vagyok a komódon, látod? Igen, ott, anya, mögöttünk, ott, passz. Hát figyelj, nagy magyar színészek is voltak világhírű produkcióban rövidebb ideig. Dobokata például, ugye benne volt egy film, mikor fölmegy egy New York-i fodrászatban a lépcsőm. Igen. Akkor még ugye együtt volt Andyvel. Uh-huh. És ez lett belőle. Egy Robert De Niro filmmel játszik egyébként. És ott fölmegy egy lépcsőn, és keresnek valakit, és Dobokata válaszol. Az akkori párja intézte neki valószínűleg. Hát azt mondom, hogy Andyvel, akkor még ő Andyvel volt együtt. Együtt például, igen. De voltak ennél komolyabb szerepek is, hát például pont, hogy említettem ugye a Vörös Zsarút, abban a Növény Norbi is játszott, meg a Koncz Gábor is. A Növény Norminak letépik a műlábát, és abban van a kokó. Már nem úgy a Kovács István. A műlábában ott volt kokó. A mindenség. Mekkora szerep volt kokónak. Kokó is nagyon élvezte. Igen, nyomott egy, hogy hívják, ott egy dzsebert, utána pedig egy horgot, és én kicsit ránéboxolt, aztán visszamászott a növény lábába. Hihetetlen, milyen összetett szerepek vannak. Forzanság. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kézzétek el, akartam nektek valamit mesélni. Olyan jó darabot láttam színházban. Tudom, hogy ezzel itt viszonylag elszigetelődöm. A büfében volt is le. Színházak éjszakája volt szombaton. Drága hallgató. Az miért van? Elszigetelődtem. Hagymál piás, hogy mondjam már mi. Drága hallgató, túl okos vagyok ez a műsor. Az elszigetelődtem. Ez egy elszigetelt érzés. Fogjátok meg a kezét képzeletben. Színházak éjszakája volt, és elmentem a Víg Színházba. Akkor ez egy vidám darab. Igazából... Mi? A Víg Színház. Víg Színház. Móka kacagás. Az biztos, az lehet, az mi. Drága hallgatók, azt hiszem tényleg túl okos vagyok ebben a műsorban. Elszigetelődtem. Ez pont ebben a darabban van egyébként. Szóval a földrengés Londonban. Atya úristen, megsebesült valaki? Henry Biró, meghalt valaki? Úristen. Földrengés Londonban egy eszenyi darab, és hát egész egyszerűen szenzációs. Nagyon, nagyon jó. De Londonban nagyon jó volt darab. Ez rengetegen volt. Pixből. Tessék? Ez egy Jenikő rendezte, és arról szól, hogy három lánytestvérről szól, akik annak próbálnak utána elérni. A darab arról szól, hogy 50-100 év múlva mi lesz a földdel, és hogy felhalmoztunk egy csomó mindent, meg hogy a készleteinket elhasználtuk, meg kizsákmányoltuk a földet, meg hogy 1 milliárd ember élne valójában a földön, annyi tudna a föld ellátni, de hogy majdnem 8 milliárdan vagyunk, és őrületesen jó a darab. Baromi sokan voltak, színházak éjszakáhez, amikor egy ilyen kis veszel, mit tudom, egy ilyen kis karkötőt, egy ilyen szigetes belépés, azzal egy csomó darabra be tudsz ülni. Egyszer. De akkor hogy látod a többit, ha itt is ülsz, meg ott is ülsz. Három lánytestvér, ez a rabember lánya. Én itt leragadtam három, igen. Azért meg vagyunk. Ott lehetett.
Na mindegy. Szóval, drága hallgatók, egy kis kultúra. És jó volt? Nagyon jó a darab. Nagyon jó a darab, igen. Ne eskesz ebből, légy szíves. Jó volt. Na. Mi volt olcsó jegy? Olcsó volt egyébként, igen. És hát nagyon, nagyon köszönöm. Nagyon sok darabot láttam már a Vígben, most már ilyen örökös tagság. Tagja leszek a Vígszi háznak, mert örökös állandóan. Örökös támogató. Az örökös támogató és örökös, azt örökös tag. Adják, de... A színésznek kéne mennem sajnos, de nem vagyok. Nem vagyok színész. És rájöttem egyébként valamire, hogy sokkal jobb a színház, mint a tévé. Hogy mi a zsűrje. Igen. Régebben ezt nem tudom, de mindig azt jöttem. Én ezt mindig sajtbülger a büfébe. És hogy a punckocka még mindig ugyanolyan, mint 50 éve. Nem, hogy ha te színházi rendezőként dolgozol, akkor annyival értékesebb dolgot csinálsz, mint a tévéműsort állítasz elő, de hogy közben persze én tudom, hogy a tévére is igény van, és a tévé is egy fontos dolog, és tömegek nézik, és talán többen is, mint a színházat. Nyilván egy műsort annyian néznek meg, mint két darabot, mit tudom én, 5 év alatt, de mégis, hogy azzal tudsz valamit közölni, nyomot hagyni, hogy azzal létrehozol valamit, és alkotsz valamit, és üzensz valamit. Érted? És most nem azt mondom, hogy a nyerőpáros egy rossz műsor, nem erre gondolok, mert hogy alapjában mind a kettőre szükség van, balgasság és összehasonlítani. De rájöttél, hogy pályát tévesztettél. De rájöttem, hogy pályát tévesztettem. Mondd, hogy országomat egy lóért. Csak kedvem, de tényleg, de úgy. Országomat. Nem tévesztettél. Jó, ez így, ahogy van. Sose bánt, kegyenes vagy. De nem, szóval, hogy te színpadra állítasz egy darabot, most mit tudom én, az Alföldinek lesz egy darabja, azt hiszem talán majd a Radnótiban, januártól. Vagy a Radnótinek, az Alföldinek, a franc majd. Vagy tudja, tökömmel nem égyeztem, hogy dehogy. Kitérnek el egyébként. Az a baj, tényleg túl okos vagyok ebben a sorban. Ebben egy tökéletes. Szóval kezdek tényleg nagyon elszigetelődni. És hogy azzal tudsz nyomot hagyni, tudsz amit üzenni, fel tudod valamire hívni a figyelmet. Erre egy rádióműsor is tök jó. És hogy ezért jó, hogy mondjuk a tévé mellett tudunk rádiózni, egy csomó fontos dologról tudsz beszélni. És én a színház, és amikor meg tudsz mutatni valamit, és rendezel egy darabot, vagy írsz, és azt mondod, hogy na ez gondolom én erről a korról, vagy ezt az üzenetet akarom átadni, vagy gyertek, nézzétek meg, és gondolkozzatok el rajta. A csempésbe a tévéműsorban. Arra is szükség van, és tök jó, mert hogy kell egy X-faktor, meg mit tudom én, egy Sztár Akadémia, vagy egy Sztárban Sztár, tehát hogy nem arról van szó, hogy arra nincs szükség, csak hogy színházi rendezőként azért ez baromi jó lehet, hogy létrehozol valamit, ami egyfajta üzenet. És azt mondta, hogy itt van, tessék, ezt gondolom, gondolkozzatok el róla. Nem? Erről szól a színház. Balázs. De jó. De legszebb nem ez volt, hanem hogy felraktam a lábam. Én meg azt hittem, hogy beugrálok a nagybőgőbe. Felraktam a lábam az előttem ülő lánynak a székére. Aztán nagy orvos nagyon Nem, mert szünet volt. Ja, és én ott üldögéltem. És a lány leült, és azzal a mozdulattal becsíptem mind a két cipőmet úgy, hogy nem tudtam kihúzni. És nem mertél szólni. 8 percig erőlködtem, és sírva zokogva röhögött már mellettem mindenki. A lábam meg így beszorulva maradt az előttem lévő ülésbe. Olyan voltam, mint Mr. Bean, ordítottam a fájdalomtól, két lábujjamat azonnal amputálta a kislány, és amikor már így ment a darab, és még mindig izzadva próbáltam kiszedni az előttem ülő székből a lámat, akkor már nem volt más választás, megkopogtattam, hogy ne haragudj! Kicsit megem elnéd magad! Nézzél, színház! Sekedjél már! A Viki könnyes szeme balra-jobbra dőlt, és mind a két cipőmet úgy vagyom beúztam. Ne haragudj! És ugye nem üvöltesz, mert... Budorizál már magad! Ez Tália szentélye! Nem üvöltesz a fájdalomtól, mert nem, Viki meg mit csinál, segítőkészen megpróbálta lefotózni, illetve videót csinálni arról, hogy egyébként én hogy próbálok kitörni ebből. Kikjátszanak benne. Az egész sor nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Fiatal színészek játszanak benne leginkább egyébként. A Szilágyi... Emlékszik már ilyen. A Szilágyi Csenge játszik benne, ő egyébként nagyon sok Vígszi Ház darabban játszik, mert a Vígszi Ház tagja. Molnár tagját, Piroska. Fura módon. Ugye... Szóval, hogy ő és szerintem egyébként nagyon tehetséges, rohadját nem meg. A Lukács Sándor van benne, úgyhogy hát még nagyon sokan, akik egyébként a Vígszi Házban játszanak, és úgy van megcsinál az egész darab, kézzétek el, hogy... Hű, te hívott valamit, vagy mi van? Hogy élőben történik egy csomó minden, amit fejkamerákkal vesznek, én most kicsi, ilyen kis, mit tudom, GoPro-kkal, vagy tök mindegy, lemegy valaki a színpad alá, és a színpad alatt élőben a Vígszínház alaksorában játszódik úgy a darab, hogy közben azt neked kivetítik.
kivetítőre. És szenzációs, és minden, ami nem a színpadon történik, az is élőben a föld alatt. És keresik a főkapcsot. Igen, Józsi, Józsi, szóljál már sugónak, hogy... Igen, nyomjuk már fel, hát annyira zavaró ez, hogy sötétben kell játszanunk. Igen, és minden ott ugyanúgy élőben történik, vagy amikor valaki benéz tehát, hogy mit tudom, elsüllyed a színpad, akkor a színpad alatt is van egy jelenet, ami ott folytatódik, de te azt már ugye csak a kivetítőn látod. És idő kellett, amíg összetettem, hogy ezek ugye nem felvett jelenetek, amiket bejátszottak a bejátszón, hanem élőben a színészek fognak egy kamerát, és ugyanúgy leközvetítik azt, ami a föld alatt zajlik. Nagy a baj, elsüllyedő színpad van, az arra is kéne egy felújítás a végbe. És azért érdemes egyébként ezt megnézni, mert gondoltál valamit a színpadról, hogy beülsz egy naftalin szagú székek közé, és akkor három öreg néni jut egy elemlámpával. Elemlámpával behozza melletted ülőt, és idős úrak üldögélnek melletted. Ez már a Lukács Sanyi. Nagyon szerettem régen is a Sanyi. Na látjátok, szóval, hogy ez nincs, de szóval hihetetlen vizuális térlátása van egyébként az eszenyének. És na mindegy, szóval drága hallgatók, ti, akiket ez talán kicsit érdekel, menjetek el, nézzétek meg, mert ez itt talán kevésbé talál. Hiába hintetted a magukat, mi? Tessék? Nem, mindig ajánlom, de ti nem baj, hát nem vagytok egy nagy sziázójárók. Terikém, szerintem nem volt kicsit állott a citromos minyon. Nekem egy picit, mint olyan kicsit a jacsit, ez már a második felvonás most, az már ott a Sanyi. Na, szóval drága hallgatók, ez nincs. Tehát minden, amit most a Janitől hallottak, ez nincs, viszont egy csomó tehetséges fiatal játszik. Kint az... hagytam a keszkenőmet, szerintem a pulton itt nem lopnak, mondjuk, mint a Nemzetiben, nem az Újban. Ja, na mindegy, de ott se lopnak, csak biztos ott hagytam a keszkenőmet. Hogy te rohagyjál meg? Van nálad egy jelenium, megfájdult a fejem a GoPro-tól. Nem, el kell mondjam neked, hogy a büfében a néni nincsen GoPro. A büfében a néni nincsen GoPro, de egy csomó szereplőnek nem GoPro, hanem egy kis pici kis kamera van. Szenzáció. Nem a Sebestyén, Balázs feszeng ott a lábával, ott beszorulva. Te fura gyereket, de amúgy szerettem. Ő is hát ott már elegánsan fölöltözni, azt mondd el, mert nem, annyira nem voltuk fölöltözem. Ez viszont na, érdekes, hogy a színházban azért legalább egy zakót vettél, remélem. Miért a múltkor felvetted a kordbársony zakódat? Nem a kordot, hanem a lilát. Vagy a könyökén van ilyen trapéz kivágás. És rajta nem. Van még a kis fölirat. Nem. Nem illik az már, hogy nem szoktam? De volt, aki elegánsan volt fölöltözve. Az olyan szép akartuk, dolog, nem? Hogy ha már elmész ott, akkor színházba. Biztos az. Nem? Nem biztos az, igen. Egy fehér tornacipőbe mentem. Ami oda is szorult. Ami oda szorult, igen. Na mindegy, drága hallgatók, szóval nézzétek meg, ezen egy jó darab. Jó darab. De nekem a Rákóczi Feri a kedvencem, a szívem Csücs Lajosra emlékeztek. Az is egy ilyen nagyobb darab. Szép szelmarha nagy ember volt. Isten nyugosztalja, az ezüst lakodalma volt. Úgy elkapott, hogy beszakadt alattunk az IKEA-s. Na mindegy. Balázs, mert megint próbozod a végszerzett éves színházi bérlete, hajra. Egyébként, amíg három vagy négy darabot láttam már egyébként, szóval szerintem, ha lesz egy ilyen fénykép ott a büfébe, akkor az rólam lesz. Igen. Na jó. Oké. Balázs, ha annyira tetszett a színház, akkor miért nem nézted meg az egészet? Miért csak egy darab? Az mondja, hogy elhúzom a fögönyt, és előveszem a darabot. Jó, látom azért, itt vannak. Kultúrára fogékonyak. Balázs, hogy indulós kávé. Jó, gyerekek, jól van, nem promózom. Ezt enyénik, ő is írt, hogy ez nem ők voltak, hanem a Radnóti. Eszenyi nem játszik benne, az Eszenyi csak rendezte. Igen. Okay. Ezek után egyébként valami szerepben már engem is, hogy téged is meghívnának, ahogy te, ha alakítod hát egyébként ez. A büfés nénit, én meg amíg beszélek a Vixi házról, ezek után már ott helyünk lenne. Az a baj, hogy ha néni, akkor Ilyos József. Az a baj, nekünk maximum a mikroszkóp színpad. Mi egy jó defekt duó lehetnénk, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon helyes téma.
Zsuzsával készültünk így 7 óra utára. Biztos mindenki volt már abban a cipőben, hogy randizott. Ugye mi talán erre még emlékezhetünk, hogy teltek első randevúink sok-sok évvel ezelőtt. Viszont talán vannak olyan hallgatóink, akik frissebb élményekkel szolgálnak nekünk, mint amiket mi tudnánk elmesélni. A randiról már sokszor beszéltünk, sok szempontból. Most egy fiatalember csinált valami nagyon furcsát, egy randevú, és hát keresünk hasonló sztorikat, amikor az ellenkező, hogy is mondjam, tulajdonképpen a másik oldal, a pasi vagy nő, akivel randiztál, az furán viselkedett, vagy fura dolgot csinált randevún. Ugye az első randi nem tudott, hogy hova víz, nem tudott, hogy hova érkezel, nem tudott, hogy ki lesz ott valójában, tetszik, nem tetszik. Aztán vagy működik a dolog, és akkor ott maradsz, és jól érzed magad, vagy minél előbb szabadulni akarsz. Egy fiú, egy Sheffieldi srác elvitt randizni egy lányt, és odalépett egy lány, hogy egy ismeretlen fiú, és megkérdezte, hogy meghívhatja valamire. Ő a pultnál várt, a leányzó, mondta, hogy rendben, kérje neki egy vodkát, beszélgettek pár percig. Hát most miért, legyen őszinte. Picit bevállalós azért rögtön. Számot cseréltek, beszélgettek, majd külön buliztak tovább, mondja a lány, aki visszaemlékszik erre a randira. És a lány is elfelejtette a jelenetet, még néhány nap múlva kapott egy SMS-t a következő szöveggel. Szia szerelmem, remélem nem bánnád, remélem nem bánod, de vissza tudnád adni a 6,5 fontomat? Jó. Kapta ezt SMS-ben, és a lány elképzelni se tudta, hogy ki az, aki írta az SMS-t, és milyen pénzt kér vissza tőle, rákérdezett. Ja, mert hogy nem térült meg a befektetés. Nem térült meg a befektetés, a srác pedig elmagyarázta, hogy ő az, aki néhány napja vagy néhány hete meghívta egy vodkás italra a klubban, és szeretné visszakérni az árát, ami 6,5 fontba került, mert hogy nem lett a dologból semmi, és akkor viszont neki adja vissza a pénzt. De akkor miért szólítja szerelmemnek? Hát mert beteg valószínűleg. Ja, 6,5 font. Az kemény. 6,5 font. A vodkazónát. Lehet, hogy szeret pizza fungi is volt benne. Igen. És egy picit várt, hogy ugye 3 nap múlva írt, hogy hát ha mégiscsak lesz valami, hogy fölhívja a csaj, hogy mégiscsak akkor legyen egy görbe esténk együtt, vagy ezt megvárta, van egy türelmi idő, és akkor 3 nap után írt, hogy mégiscsak fizest ki. De sokat azért nem nézett ki a lányból, ha egy vodkával azt gondolta, hogy megismerte. Hogy meg lesz. Hát ez ilyen, tudod, ilyen kezdő ismerkedés, kicsit beszélgettek, ittak egy vodkát, egy vodka szódát, vagy vodka mártinit, vagy vodka, mint tudom, tök mindegy, hogy minden. Vodka valamit. Vodka valamit. Majd lehet, hogy elsodorta őket egymás mellől a tömeg, és a dologból nem lett semmi. A lánya egyébként megosztott a Twitterem, és megszavaztatta, hogy mit kellene csinálnia, és több mint 18 000 ember szavazott arra, hogy hülyesség volt visszaadnia a pénzt, mert hogy a lány azt hitte, a fiú bajban van, és ő visszaküldte egyébként a 6,5 fontot. Tehát ő egy tündéri csaj, ő azt mondta, hogy ő nem akar senkinek tartozni, ő visszaküldte ennek a Sheffieldi srácnak a 6,5 fontot, de közben a Twitteren 18 000 ember mondta, hogy hülyeség volt, nem szabadott volna visszaküldeni. Hát ha most visszakapnám azt az összeget, amit a fiatal koromban erre költöttem. Igen, de hát ugye mi urak voltunk azért, mi időnkben nem volt ilyen, hogy te is elvittél valakit randizni, hogy akkor fizest ki. Jó, a meg része, te jártál a kalászbot, egy szőke kola volt 13 forint, ami fanta volt, de abban azért nem néztünk anyagilag. Most azt akarom mondani pont, hogy azt mostani áron, ha visszakapnám. Amit ebbe beletettünk ezekbe a projektekbe. Azt a VBK-t, az Tesco kólából, meg a vörösborból. Én úr voltam, ne magadból indulj ki, én rendes és napokat fizettem nőknek. Egy róna narancsot. Egy jó róna narancs. Prémium. A barátom. Prémium ital volt. Egy mennymárkát nekem és a barátomnak. Két poárral. Két poár mennymárkát, igen. Ezt parancság visszakérni, szerintem kezdjük ott, hogy így meg főleg, de hogy nem? Én nem pénzt küldtem volna vissza, hanem egy pohár vodkát. Egyébként az is ötlet, nem? Az is ötlet, hogy visszaküldesz, igen, egy 6 fontos vodkát. Na, de biztos van olyan hallgatónk, aki átélt különböző szürreálisabbnál szürreálisabb jelenteket randevún, akár első randin is, amikor... Hát a pali fura dolgot csinált, vagy a csaj furán viselkedett, elmentetek, és hát vagy nem akart fizetni, vagy elkérte a felét, vagy
vagy az első csóknál már valami olyat tett, amit még nem kellett volna. Szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor voltatok olyan szituációban, amikor azt éreztétek, hogy úristen, ez már kezd nagyon szürreálisra fordulni ez a randevú, mert az illető, és nem muszáj egyébként, hogy pasi legyen, tehát lehet csaj is, furán viselkedik, fura dolgokat csinál, kivett egy apró kis gombócot az orrába, és megdobott vele, mit tudom én. Szóval, hogy bármilyen, amikor éreztétek, hogy hát valószínűleg nem vele fogtok megöregedni. Tehát, hogy de aranyos, kedves, de nem ő az, és szívetek szerint már menekültetek volna a randevúra. Na, ezt meséljétek el nekünk. Aranyos helyes, de inkább a fatalotokra emlékeztem. Igen, a moziba levette a cipőjét, megszagolt az oknyáját, és kiteregette az előtte lévő ülésre, érted? Megszárad a film alatt. Mondom, hogy megszárad a film alatt, és akkor ott helyesen zoknit szárítottatok, és rájöttél, hogy ezt igazából apád is csinálhat. Belefolyt az alatt a zsebben, és megnézte. Jó, azt egyébként azt én még el tudom fogadni. Az egyébként gyakorlatilag az egyfajta ilyen egészségügyi szűrés. Ha tetszik. Ja, ha megnézed, amit kifújzál. Az szűrés. És az ilyen papír, nem papír, ilyen rongykeszkenőkből hova tűnik mindig? Jaj, nem. Beleszállad. Szerintem ez egy tök érdekes kérdés az univerzumnak. Aha. Hogy mi kidobod a papír zsebkendőt, ugye addig az kidobod, és azt nem tudod többet használni. Voltak régen ezek a rongyzsepik, azt meg bárhányszor. Hogy mi történik? Hát egy idő ott van egy ilyen univerzum, egy fekete lyuk. Egy idő után igen, hogy ott van valami univerzum. Hát ez pontosan olyan dolog, mint amikor ugye szokták mondani, hogy a környezetünkben található pornak egy jelentős mennyisége az emberi bőr. Tehát ugye ez valószínűleg az lehet, hogy az is, hogy megszárad, és ők csinálnak egy ilyet, hogy... És már is a levegőben van. Tiszta, mi? csak ki kell rázni, igen. Na, hát mi az a baj, hogy igazából bennünk nagyon régi randi élmények vannak, nem? Igen. Szóval, hogy nem is, sajnos, egyébként nem mondom, hogy nem lenne jó egyébként, nem? Egy jó randi? Hát mint a feleséget elmenni randizni, csak azért úgy olyan megszokott élethelyzet lenne, mert azért találkozhatok sokszor. Szia, drágám! Sokan csinálhatok a Deákon is mindig, mert nem vagyok a dolgára, aztán hazafele megint találkozunk. Sokan csinálják, amikor új szint akarnak vinni a kapcsolatban, hogy elkezdenek randizni a férjükkel vagy a feleségükkel. Álltok, baromi jól működik. Ja, hogy mármint én 10-15 év igen, után elviszi randizni. Igen, de találkoztok, két külön helyszínről indultok, mint a bacsiról, a kávéról, és akkor találkoztok valahol, és elmentek egy... integettek egymásnak, hogy ott kell van leszállni. De hogy elmennek randizni. És ha te eljátszod, hogy nem ismered a szokásait? Nem, persze. Direkt elmész mellette háromszor egy piros rózsával kezdve, majd nem találod meg, majd bemutatkozol neki. Nem erre gondolom. Elnézést. Balázs, Miki, üdvözlöm, kis kegyet csokkolom, kegyetnek. Igen. Nem, hát nem, nyilván megismered, csak én szerintem nem egy pártól hallottam, hogy ők most randizni járnak. Tök jó, vagy kávé valahol, vagy moziba viszed. Randi kereső? Igen. Csillámpóni gyerege? Igen. Nem hülyék, csak randi. Ja. Csillámpóni. Ha mit tudom én, hát valami van, amire kell lenni, valamilyen gyeregének. Akkor... A csillámpóni az kifejezetten tetszik egyébként. Na, írjátok meg nekünk. Laktózmentesen nagyon jól. Ja. Nagyon jól tudod, te hülye, 10 évig iszok, kicsi, ne esd ki a szerepből. Most találkozunk először. Laktózmentesen. Na, ez a beszéd. Na, írjátok meg nekünk, jó? Ki mit csinált a randi, miért viselkedett furán? Egy picit avassatok bennünket a magánéletetekbe, hogy mikor volt valami a randi, amikor szabadultatok volna, és miért? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azon témával foglalkozunk, hogy milyen az, amikor az ember már az első randin csalódik, elmegy valakivel, és aztán a randi nem úgy alakul, mert hogy egy srác visszakérte a vodka szóda árát egy lánytól, mert hogy hát nem tudtak összejönni, Angliában történt az eset, és visszakérte pár héttel később a 6,5 fontot. Mi pedig arról beszéltünk, hogy igen, van ez így, amikor tényleg nem úgy alakul az első randi, hogy az ember elképzeli, elhívják vacsorázni, de nem vacsorázni mennek, nem szimpi a fiú, nem szimpi a lány, és furcsa dolgok történnek a randevún. Na, hát tényleg szenzációs SMS-ek. Ides hallgató, első randin volt, találkoztunk, megkérdezte, nem vagyok-e éhes. Mondtam, hogy ehetünk, erre kért magának kaját. Kínosan álltam mögötte a sorban, majd kértem én is, és fizettem. Ezután jött a mozi, tök jó filmet adtak, mondta, hogy nézzük meg, mondtam, oké, volt is kedvem hozzá. Megvette mindkét jegyet, majd az egyik jegyet odaadta, és közölte, hogy 2120 forint, de elég, ha a 2000-et odaadom, csak. Nem vagy ilyen? De, megyünk. Akkor vegyél magadnak. Egy kiroszt, egy sült krumplit, egy kólát kérek. Na, hát ő nem akar befektetni. Még annyira sem, mint Sheffield is látsz, hogy hátam be. Szenzációs. Itt van velünk Gera, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Szia. Na, veled mi történt? Hú, egy kávézóban dolgoztam 20 évesen. Volt egy nagyon kedves vendégem, egy igazán cuki srác, egy 30-as
hónapokig fűzött, aztán elvitt egy gyors étterembe az első randin, kaptam tőle egy közepes burgonyát, és órákig hallgattam, hogy ő már elfből nem randizik szép nőkkel, mert annyit csalódott bennük. Ja, Isten, mekkora paraszt! Hogy ez Isten? Tehát elvitt egy gyors étteremmel, kaptál egy közepes krumplit? Hogyne, hát azért költséghatékonyan kell ezt művelni. Uh-huh. Igen, mert mi van, ha nem lesz belőle? Persze. Akkor... Nyilván, egy kicsit én is tartottam tőle, hogy esetleg vissza kell majd fizetnem az árát, úgyhogy nem akartam nagyra vágyónak. Figyelj csak, ezt meddig hallgattad, hogy ő nem szeret már szép nőkkel randizni, mert amikor ez elhangzik, én fölállom, tehát azonnal ott vagyok. Nem, ez vicces, hát ezzel nem kell kiborulni, hiszen ez tök jó duma. Figyelj, nem randizom szép nőkkel. A 40 kilójával, meg a rőt a hajszálaival, hogy egészen megsajnáltam az első negyed óra után. És hogy érezted, hogy amikor találkoztatok, hogy ilyenkor meglátott téged, akkor felmért, és akkor azt gondolta, hogy hát ebben a lányban nincsen egy sajtburger menü? Próbáltam a házias oldalamat megvillantani, igen, így magamban is éreztem azt, hogy én most egy másik kategória vagyok, nem a szép nő, hanem a kiváló feleségnek való. De nem lett belőle több aztán, nem? Vagy... Nem tőle van a három gyerekem. Nem tőle. Szörnyen is nézett ki, tehát nem is volt jó pasi? Vagy lefestetted, nem tűnt annak? Hát nálam egy 10-12 évvel azért már akkor idősebb volt, és erősen kopaszodott. Aha. Na jó, nagyon szerettem a sztoridat. Köszönj, hogy elmondtad. Csáó. Sziasztok. Hello. Én arrisztem egy lányjal, aki vacsi közepén kiment a mosdóba. Vártam egy ideig, majd utána mentem, hát a gond van. Nem volt semmi baj, a WC-ben volt egy pincére. Na, ott is mondja, hogy imádom ezeket a sztorikat. Na, kimegyek meg, nézem, mit csinál, most már 20 perc rá, kihűlt a steak. Smárol egy pincére, nagyon durva. Ha csak smárol. Szóltam neki, hogy a számlát legalább intézz el, aztán hazamentem. Laci elküldte nekünk, köszönjük szépen. 90-es években felszedtem egy tök cuki kis barna csajt, virágvacsora, stb. Mint kiderült, a második randira már a férje hozta el kocsival. A csaj a második randin 5 perc után bedobta, hogy irány a swinger klub. Legalább volt terve az estére. Elmentem vele, de nem lett belőle feeling tartó szerelem. Azért, amikor a második randira a férjed hoz, hogy igazából nem te vagy a pár, hanem te vagy a harmadik, aki belettél szervezve, azért az erős. Na, ők például így próbáltak felfrissíteni a családi életüket. Pár éve randiztam egy helyes csaja, az első 20 percen egész jól alakult minden, aztán elszabadult a lány, pár pohár búr után olyan hangokat adott ki, mint amikor a kismalacot ölik. Nevetett, vihogott, egy elég jó étteremben voltunk, valami elképesztő visítással. Nem poénkodtam, nem mondtam semmit, mégsem hagyta, ha mindenki minket nézett, nagyon kínos volt, azt mondta, ha jól érzi magát, ez történik. Tudtam, hogy ebből nem lesz dicséret, ha jól érzi magát veled. Igen. Nekem én Andin a srác a kávézóban csak vizet kért, nem akar sokat fizetni, ha nem vagyok szimpi. Ellopatta volna velem a kávé alátétet, mondvá, hogy gyűjti. Épp figyeltem az alakomra, és közölte, hogy reméli ez az off-szezonom, utána pedig kifizettette velem a hamburgert, mert úgy gondolta, hogy túl sokat ettem. A mai napig nem értem, hogy miért nem álltam fel az asztaltól a legelső pillanatban. Szívesen elmesélem. Puszi, mi az az off-szezon? Hát, hogy most nem csinál semmit. Ja. Tehát, hogy gondolom, hogy ez az off-szezon, hogy most éppen nem törődik a testvér. Engem közvetlen az első csók után úgy arcon tüsszentett a srác, hogy konkrétan beterítette az arcomat a cucc. Majd úgy kezdte el törölgetni róla, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna, és közben mondogatta, semmi baj, megesik ez néha. Na, de első randi. Tök jó, nagyon jó. Nagyon jó esemesek vannak. Összehozó Sandi, csinosan kiöltöztem, srác flip-flop papucsban, rövidgalcsóban és kinyúlt pólóban. Randira Mátrába vitt, körülbelül egy óra múlva közölte, hogy nincs rajta alsó nadrág. Nem áruságban, macskán. Hát, nem. Igen. Azt mondja, hogy... Én kondiban találkoztam egy lányjal, akivel volt randi, aztán együttfutás után majd futottunk együtt, majd megkérdezte, hogy szagolja már meg a hónaját, hogy büdös-e futás után. Én ezen tovább mentem volna, ott egyéb perverziók is lehetnek. Ebben még lehet volna érdekes. Igen. És ha a válasz igen, az... Igen. Figyelj, volt egy csaj, az első randin, amikor késett, így indított. Bocsánat, csak útközben felszaladtam az exemhez, mert anyám túros csúszájától mindig megy a hasam. Moziba mentünk, onnan is kiszaladgált. Aztán hozzám is felkéreckedett, többet nem találkoztunk. Hát, hogy tényleg ezt közlöd? Hát renyhe bélműködés, hát érted? Na, ő se árult zsákba macskát. Mindig javatása hát, van rá. Tehát, ha tudod, hogy igen.
ha tudod, hogy nem bírod ezt a cuccot, akkor nem eszel randi előtt. Na, gimis koromban kocsikázott körülöttem egy pali, miközben vártam a buszt, egy idő után megkérdeztem, hogy mit akar. Kiderült, engem. Adtam neki egy esélyt, akkor nagyon csinos csaj voltam, első randit elvitt a családjához, ami már elég tré volt, majd mondta, hogy menjek vele hátra, most születtek meg a kismalacok. Ez jó. Na, ott döltem. Ott döltem minden. Van még hallgató? Ja, itt van egy hallgató. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Jó reggelt, szia. Még mindig a hatás alatt vagy? Peti, hello, mi történt veled? Hát velem egy olyan történt, hogy találkoztam egy lányjal, így beültünk egy helyre, beszélgettünk, hogy telt a napot, mint telt a napot, egyszer csak így konkrétan így majdnem az asztalra csapott a lány, és azt mondta, hogy jó, akkor tisztázni akarja a szándékait, és férjül akar engem kérni, vegyem el a feleségül. Az első randin? Igen, így az első randin, mert ő úgy érzi, hogy ő már évbe ért, ő abba a korba van, neki most azonnal kell egy férj, és hogy ez legyek én. És így hát köpnyelni nem tudtam, mondom, hát tehát így első randi meg minden, tehát így lehet, hogy kéne lassítani. Hát nem, de mondta, hogy tehát házasság nem kell, de azért a családalapításnak már akár aznap is nekiállhatnánk, és akkor így... Picit gyors volt a tempó. Uh-huh. Hát te is valahogy így képzelted, csak mondjuk így a gyűrűzés nélkül. Én valószínű, igen. Uh-huh. És lehet belőle valami, vagy együtt maradtatok? Igazából nem, mert hát nagyon vérciki volt, mert utána csak férjecskémnek hívott folyamatosan. Az első randi, mit amelyek mentetek a buszhoz, jaj, már férjecskémnek szólított? Igen, és így kísértem vissza a buszhoz, így kapaszkodott be én, meg minden, és így hát próbáltam kicsit távolságot tartani, hogy azért megindassa magát térvizekbe. Férjecském, te neked meg villogott, hogy fuss. Igen, és mindenki engem nézett, hogy micsoda bunkó férfi, hogy így bánik a barátnőjével, így ellöki magától, miközben ez a nő mennyire szereti azt a férfit, ez nagyon kegyetlen volt. De az, hogy kettős volt a csaj, picit. Az, igen. Hogy barátnő, de a feleséged. Igen, a feleségem, bocsánat, igen. Hát, de akkor vége lett, tehát nem is lett belőle semmi igazából. Igen, igen, tehát ott én be is fejeztem a történetet, tehát... Köszi. Az lett van a slusszpoén, hogy hát azóta is együtt vagyunk. Igen, négy gyereket szülünk. Beadtam a derekamat, igen. Én vagyok otthon, gyesen, négy gyerekünk van. Igen. Nem tűr mellettem. Igen, köszönöm. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, hello. Egy sorrendi megbeszéltünk, hogy elmegyünk vacsorázni. Szépen kiöltöztem, aztán lefagyott a mosoly az arcomról, bekanyarodtam a McDonald's felé, majd közölte, hogy ő nem szeret benteni, nem baj, hogy a drive-ban fogyasztjuk el. A kocsiban ettük meg, többet nem találkoztunk. Amikor először mentünk a csaj otthonába, gondoltam, érdeklődök picit a családról. A válasz, apám meghalt, a bátyám ölte meg, de nem baj, mert már ő is felakasztotta magát. Levettem a lábom a gázról. Kicsit lassan van egyik. És neked mik a terveid a jövőre vonatkozólag? 2-3 hete jártam egy sráccal, feldobtam neki az ötletet, menjünk el moziba. Azt mondta, oké, mehetünk, de fizessem ki az üzemanyag költség felét. Nyilván nem mentünk moziba, de nagyon máshova sem. Kb. 25 éve randiztam egy fiúval, elsétáltunk egy kocsmá előtt, mire kitépi a kezét a kezemből, mondván várja meg, beugrik, iszik egy rövidet és jön. Pedig nem is voltam annyira gáz, nem volt több randi kataküldnek. Első randin a csaj csendre intett, mikor a pasi a telefonon hívta, majd végighallgattam, hogy azt hazudja, hogy éppen otthon netezik. Utána hűséges típus vagy kérdése határozott, aha volt a válasz. Nem volt egy hosszú kapcsolat. Randiztam egy sáccal, és amikor találkoztunk, folyamatosan a lábamról kérdezett. Hányas a lábam? Festem-e a körmeim? Láfelt is. Nem igazán tudtam mit kezdeni. Nem a szememben nézett, hanem folyamatosan a lábaimhoz beszélt. Hát ez nagyon jó. Ez annyira szürreális. Úristen, én annyira szeretem az ilyen sztorikat. Megvan egy pali, amit ül és a lábadhoz beszél. És te próbálsz a szemébe nézni, és csak a lábaidat nézi. Úristen, de jó. Azt mondja, az első randin a fiatalember mutatott egy képsorozatot a telefonján, amelyen az előző barátnője orálisan kényezteti őt. Ezt nézd, ezt nézd. Ezeket két hetet csináltuk. Azt hiszem, hogy sajnos, hogy nézd. Oda néz. Ó, hát ez nagyon. Nézd, milyen ügyes. És már majdnem a vége felé vagyunk. Na most, nézd. Jézusom, de jó. Egy picit megriadt. Én most beteg vagyok, de én nagyon szeretem ezeket a sztorikat. De már képzeld már magad a helyükbe. Itt nézel kicsit. Nézd, neked is megmutatom. Nézd, na figyelj. Hő, Gabi, nézd. Nézd, milyen arcot. Nézd, milyen ügyes. Nézd, milyen lelkes. Úristen, nagyon jó. De rohadt szerelmes voltam egy lányba a főiskolán. Elmentem hozzájuk valamiért. Az anyja egy szívásra szívta a piros multit. Egyszer csak megkérdezi. Fiacskám, holnap ráérsz? Mondom, miért? Ah, csak egy kis fát kell vágni.
Tőlem az első randi megkérdezte a srác, hogy zavarna engem, ha őt az izgatja fel, hogy az ágyom messzelenül bohóc parókában ugrál, és nekem ezt nézni kellene. Illedelmesen köszöntem, elköszöntem tőle, és letiltottam a számát. Hogy zavarna? Nagyon jó. Tök jó arc. A teázóban megkérdezte a fiú az első randin a 10. perc után, hogy megfoghatja-e a mellem. Rámerős, ez jó? Olyan szép melled van. És végül egy közepes krumplicsa fizetett. Igen. Egyszer egy vakranin a mozi után a srác kérdez, hogy éhes vagyok-e, szeretnék-e valamit enni? Mondtam, hogy igen, éhes vagyok, szívesen ennék. Erre közölte, hogy arra vannak az éttermek, itt megvár. Flamos vagy, igen. Flamos vagy, kicsim. Ott egy kiraszos. Addig itt várok. El nem mozdulok innen. Nem mondta, hogy nem jó. Igen, ezt megkapkodjál. Mintha itt se lennék. Úristen. Hát nagyon jó SMS-ek vannak, komolyan. Egyszer randiztam egy lányjal, akit interneten ismertem meg, a találkozóra elhozta az öccsét is, mert vigyáznia kellett rá. Ami pont akkor jött, amikor megkérdeztem tőlük, hogy mit innának, a lány erős vidéki akcentusra megszólalt, hát én inkább rágyújtanék. Addig vigyázz az öccsétre, hogy megyek. Dávid küldte nekünk. Ja Istenem, na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon jók jöttek. Best of Morning Show, a Morning Show legjobb pillanatai. Egy nagyon helyes oldalt, ami Ázsia másképpen, ez egy blog, és arról szól, hogy mennyire rosszul ejtjük mi ázsiai márkák nevét, mert hogy mi európaiak ugye megpróbálunk ezen ázsiai nevekre valami helyes kiejtést találni, de megmutatja az oldal hangok és hangformájában, hogy mennyire rosszul mondunk mi tulajdonképpen mindent, ami Ázsiából érkezik. És ezen jutott az a téma, amit még egy hete vagy két hete meg akartunk csinálni, amikor ugye te gyerekkorodban még nem tudtál helyesen angolul, és kazettaborítóra írtál föl valamit. Angol szöveggel, de hát ugye fonetikusan, ahogy hallottad, VHS kazettára, vagy éppen valamilyen másolt zenekazettára. Tehát már drága hallgatók, kezdhetek ezen gondolkodni, hogy fiatalabb korotokban, gyerekkorotokban, amikor még nem tudtatok angolul, mit, hogyan írtatok, ejtettetek, és hogyan használtátok az angol nyelvet, akkor még nem túl helyesen. 30 éves titokról az életemben leplez le légyszíves, Sanyó, ezt mi mindig, mert NY volt benne, ugye? Uh-huh. És mindig, aztán jönnek mondod, enyhang, Sanyó, volt Sanyi. Egy rádiónk, és Sanyó, Sanyó azt mondtuk, Sanyó rádió. Igen, azt például nem tudom. Itt a Hyundai, a Samsung, a Devo, a Mazda, az Isuzu, a Canon, a Casio és a Xiaomi. Xiaomi is ott van? És a Xiaomi van itt. Ugye, hát nyilván valamelyik koreai, valamelyik japán, de végighallgattam ezeket egyébként, és kiderült, hogy az összeset rosszul mondjuk. Tehát, hogy köszönő viszonyban nincs például a Hyundai azzal, ahogy kellene mondani. Ugye, hát mindenki úgy mondja, hogy Hyundai. Ti hogy mondjátok? Hyundai? Hyundai, igen. Hyundai. Hyundai. Nem mond. Hyundai. Minek az a sok hang az elején? Hyundai, így mondjuk. Hyundai. Igen. Na, ez egyébként egy koreai szó, és így kellene mondani helyesen. Tehát így szól a Hyundai helyesen, vagy ők legalábbis így mondják. Ezt kicsit visszahalkítjuk. Itt van. Hyundai. Mi van? Ez a Hyundai eredeti Hyundai férfi, koreai köztársaság. Hyundai. Hyundai? Ez a Hyundai. 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 Így kéne mondani. Lágyítsd meg. Tehát ott ment a körúton lágyítsd meg. Hyundai. Aha. Hyundai. Semmi köze. Samsung. Ugye a Samsungot is még úgy mondja, Samsung. Hát ez így jött be. Samsung. Így van írva, nagyjából így mondod. Ugye? Ez egyébként három csillag az a jelentése ennek a márkanévnek, hogy három csillag. Igen. És ezt ők így mondják. Ezt is máshogy mondják. Samsung. Samsung. Tök helyes egyébként. Jól működik a Samsungot. Tök helyesen mondják, ők is így. Samsung. De ez még valamennyire hasonlít egyébként, nem? Devo, na hát ez a nagy, ezt még Magyarországon is mindenki máshogy mondja. Devo, Devu, Deju, én már annyi mindent hallottam, de hát köszönő viszonyban nincs egyébként. Ez az alapító keresztnevéből jött létre, írja ez a blog. Aha, tehát Kovács Devu. Kovács Devu, igen. Lehetne. Így van. A Devu az így szól. Devu. Deu? Igen, ez a Deu, igen. Deu. Deu. Deu, ő így kéne mondani. Deu. Tehát ez a helyes, ők ezt Deu. Így ejtik. Igen, Deu. Deumatiz.
Canon? Hogy mondják a Canont? Mutatom neked a Canont is. Canyon. Az klasszikus, tehát 80-as évben az kanyonnak is. Kanyonnak mondta? Kanyonnak, mi kanyonnak. Tehát volt egy kazid, és akkor lát Adida a kanyon kazid? Fényképezőgép. Vagy fényképezőgép. Szeretnék egy kanyon fényképezőgépet. De jó lehet. Egy tükör, rökszeset, hogyha lehet. Na, mutatom azt, hogy mondják. Figyelj, többféle kiejtése is van. Így szó, ez ugye japán. Canon. 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 Aha. Canon. De ez egyébként a show. Canon. Canon. Tényleg, csé az elej, és nincs ott az utolsó. Igen, ez egyébként hasonlít. Mutatom a Mazdát, mert hogy ugye, hát ez is egy japán márka, és egyáltalán nem úgy szól, ahogy egyébként ennek szólnia kéne, vagy ahogy mi mondjuk. Ez a Mazda, helyes kiejtése. Mazda. Mazda? Mazda. 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 Tényleg, Mazda. Mazda. A nő így mondja. Mazda. 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 Ez a Mazda. Semmi köze ahhoz, ahogy mi mondjuk. Nem? Egy japánnal nem tudsz elbeszélgetni az autódról, mert nem érti, hogy mit van. Nem. Fogalma Mazda. Sincs. Érted? Ti csináljátok, Mazdán van. Na, volt Mazda? Még ugye a Konica, vagy Konica, hát ezt is sokféleképpen mondtad, a Minolta, ugye? Tehát ez is rengeteg féleképpen. Konica Minolta, hát ezt is nagyon sokféleképpen mondtunk. Konica Minolta. Ez egyébként hasonlít. Ez hasonlít. Azt mondja, hogy van még a Hankook Tire, hát ezt is nagyon sokféleképpen. Hankook Tire, Hankook Tire. Ez is érdekes, mert ők itt vannak nálunk, ők itt gyártanak, hogy van? 600 féleképpen mondod. A gumigyártóról van ugye szó, az így szól. Hankook Tire. Ez is hasonlít. Hankook Tire. Hankook Tire. Egyébként hasonlít, nem? Ez egy jó mondjuk. Megvan. Van még, azt mondja, a Káziót hallgattuk? Káziót hogy mondtátok? Kázió? Kázió, Kézió, Kézió. Yamaha. Volt Kázió órád? TV-be kapcsolós hét. Van is, mind a majdnem. Hétzenés, meg számológépes is volt. Az. Tudományos karcóra. Hát meg a Kázió számológép azért az egy státuszszimbólum volt. A Kázió szám, igen, és volt olyan óra, amivel ugye te hétzenés órád volt, és még a TV-t is be tudtad kapcsolni. Emlékeztek arra? Hát, volt olyan Kázió óra. Erre nem. Nem emlékeztek nem, erre? Sose volt ilyen, nem? Hogy ahhoz kellett, olyan tévé kellett. Nem, hát ugyanod leadott egy ugyanolyan infrajelet tulajdonképpen, igen. A telefonnyal megnyomtad a gombot. És ültél bent, hogy gimnáziumban volt gazdagabb osztálytársak, nekem sose volt, és ha volt bent tévé az osztályban, akkor a Kázió óráddal be tudtad kapcsolni a tévét. Tulajdonképpen semmi értelme. Nekem volt egy osztálytársam, soha nem értettem, hogy miért nem vetett ki néhány szemet a szíjból, mert ilyen fémszíjas Kázió óra volt. Állandóan rázogatta a kezén. És aztán a fix ideám volt, hogy azért rázogatja, hogy mindenkinek a tudomására hozza naponta többször is, hogy neki. Ja, az mondjuk jó. Na mutatom a Kázió, szerintem az egyébként hasonlít. Ők azt így mondják. Casio. Casio. Ők Casio-nak mondják, így van, ez a jó. Ha te japánul meg akarsz tanulni, akkor azt így kell mondanod. Tehát ezért a Kázió-tól ez is elég messze van egyébként. Ők Casio-nak mondják, igen. És van még... ezt nem is ismerem egyébként, kínai telefongyártó, ez a Meizu, ezt ismeritek, ezt nem ismerem. Nem. És a Xiaomi, azt mutattam már? Nem. Xiaomi? Xiaomi-t nem. Az mi az? Xiaomi, Xiaomi, ezt sokféleképpen mondják az egyébként. Mi? Mit gyárt, mit csinál az? Én nem is ismerem. Telefon? Telefon, ők is telefonon. Igen. De az egyébként Xiaomi, Xiaomi-nak mondják. Xiaomi, így mondja, megmutassam? Persze. Már nem megmutatom még ezt is. Azt ők így mondják. Xiaomi. Egyébként cuki. Xiaomi. Semmi köze. Milyen telefonod van? Xiaomi. Xiaomi. Tényleg robbangat még a telefonod, vagy megcsináltátok már? Vagy nem, az egyem hárommal korábbi. Na, akkor jó, vigyázz. Azt a gyerek megvette a robbanósat. Így van, de már van mellett egy kézi kis porralót. Na, drága hallgató, írjátok meg nekünk. Megnézted, hogyha jegyedik a szakét? Az néha kell, se tudja meg. Úgy érzem, ezt már nem tudom lemosni magamról, hogy majd vannak, akkor a kapcsolatos problémáim vannak. Hát nekem a gyerekkoromban, hát de szerintem ez mindenki így volt, vagy nagyon sokan voltak így, ugye, a Nike volt. Nike. A Nike volt az, amit ugye így hívtál, hogy Nike. Nike. Van hát Nike nem cipőd? Nem tudtad, hogy hogy milyen kell. Milyen cipőd van? Nike. Igen, mondtad azt Nike-nek, mondtad Nike-nak, Nike Pegasusnak, tehát mindennek mondtad. Jó, de most ne csak azt írjátok meg nekünk, hogy mit, hogy neveztetek régen, hanem amikor is föliratt
vagy feliratoztátok ugye a kazettátokat. Amikor számot kértetek a diszkóba például, ugye fogalmad nem volt, hogy alapjában mit kell kérned, fonetikusan bemondtad a DJ-nek, és kérted ezt vagy azt a számot. Hát de erről is ódákat lehetne ugye zengeni, hogy hogy mentél oda, hogy kérted, mit mondtál, és hogy próbáltad elmagyarázni, hogy mi az a szám. A végén a lassú áza, just go to say I love you legyen. De az még egyébként egész jó. Az jó volt? Ez még egyébként egész jó. Úgyhogy régen, amikor az angol nyelvvel barátkoztunk, kinek milyen nagy tévedései voltak? Ezt írjátok meg nekünk. Nézzünk egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy az én kisfiam, amikor még alsós volt, olvasni már tudod, de az angol nyelvet még nem ismerte. A McDonald's, amikor kérdeztem tőle, hogy mit kér, azt mondta, hogy én egy MC burgert, mert hogy MC burger, MC haver után szabadon. MC haver után szabadon. MC Donald, hát honnan tudtad azt, hogy ezt meg... Diszkóban anno megkérdeztem a DJ-t, hogy a Triple Plus 2-tól megvan-e a Slips. Nem értette, lefordítottam neki, hogy a 3 plusz 2-től a kombiné. Gimimben forgalom számláláshoz írtam össze, ki hol találkozik. Óbudán. Sorolták, írjam Eszók út. Vidéki lány vagyok, így lett belőle Eszók út. Találkozunk az Eszók úton. Igen. A British Petrol kutat én Budapest kútnak hívtam, mert nem tudtam, hogy mi az. Veronika. Hát a Modern Talking nagy klasszikusa, ugye a Yamaha Yamaha, ezt én is elmeséltem a múltkor, ugye így feliratoztuk a kazettát. Cliff Richard kazettám volt, nem tudtam, hogy kell leírni. Leírtam, hogy Cliff Richard-nak írta. Tök helyes egyébként. 11 évesen egy pesti étteremben hatalmas önbizalommal kértem egy Ponti Orli módra főételt, ami nyilván a Ponty Orli módra... Ponty Orli módra lett volna helyesen. Ponti Orli módra. Köszönöm. És egy hideg ásványvizet kérek még hozzá. Szóval ez egy halétel. Ponti. Igen. DJ voltam a diszkóban pár ember öltővel. Ezelőtt a kis csaj odajött, hogy számot kérjen, szeretné Bob Sinclair-től a Világ a Holdon című dalt. Nézek mereve, hogy mi van? Hát a Világ a Holdon számot, légy szíves. Mellette a barátnője odaszól, hogy a World Hold On című dalt. Akit úgy fordított, hogy Világ a Holdon számot szeretne. Ja, mondom, oké. Okay. Akkor beadtam neki, Vili voltam. 2002-ben kerültem Balatonalmádiba, akkor ismerkedtem meg a mostani férjemmel. Egyszer mentünk a 71-es úton, és láttam egy Nike feliratot, mondom neki, hogy Nike gyár. Itt a Balatonon. Erre hülyén rám néz a párom, és azt mondja, nem, ez Nike, vagyis Nike Cell gyár épül. Nike Cell gyár épül. Igen, 14 éves koromban egy trafóházon észrevettem a Beatrice plakátot, és üvöltettem apámnak, hogy Beat Rice koncertre akarok menni. Hova küldte nekünk? Azt mondja, Cukémicu Funkicán. A Cukémici Funkicán, ez a Funky Town című szám volt, Cukémicu Funkicán. Csokitanadu, when you... Csokitanadu, where you come from, you bad boys. Nagyon jó. What you gonna do? Ide valaki teljesen fonatikusan. Csokitanadu, igen. Figyelj, én régen a Bonnie M2 kértem a Bader Bieber Babylon. Bader Bieber Babylon. Mert hogy így tudtam kiejteni. Csabi írta nekünk. Diszkóban Scatman-től kértük a Pápó Pépi. Nem. A Pápó Pépi című számot csak így tudtuk elmondani. Sziasztok, nem én kértem, csak hallottam, hogy egy csóka a Kívánság műsorban kérte a Beatles-től a Hey Zsidó című számot. Hey Jude. Hát, Jézusom. Gergő. Atya úristen. Sose fogom elfelejteni a Modern Talking Chevy Lady-ét. Meg voltam győződve arról, hogy ez egy autós csajról szól, hogy Chevy Lady. Névére mindig úgy énekelte a Venga Boy számot, hogy oh, we are going to eat pizza. Ami egyébként úgy volt, hogy we are going to Ibiza. Vagy hogy megyünk Ibizára. Úgy, nyilván ez volt a tudatalattjában. A szomszédunk az HBO-t bevezetve megkérdezte, hogy nekünk van-e már HBO-nk. Na és ja, az nálunk is megkötötték már a HBO-t? HBO. Jó kis HBO-t. Fatalom haverja a pendrive-ot rendszeresen penrice-nak hívja. A fogalma nincs, hogy kell helyesen kiejteni. Általános 5. osztályban a 90-es évek elején kölcsön kaptam egy Madonna videókat tartalmazó VHS-t, amire ezt írta a fiú. Cheerio girl.
Material Girl. Az, igen, igen. Chirio Girl. De az úgy is hangzott. Chirio Girl, hát így hallottad. Ráírtad, Chirio Girl. Chirio Girl. Chirio Girl. Volt egy idősebb vásárló az egyik műszaki boltban. Hyundai tévét szeretett volna venni, de azt mondta, hogy szeretne egy Hunyadi tévét. Nem tud... Nem tudtuk vele megértetni, hogy az Hyundai, mondom, nem, egy Hunyadi tévét szeretne. Atya úristen. Az életem a Guns N' Roses volt, amikor édesanyámtól karácsonyra megkaptam a Use Your Illusion 1-2-3-at, akkoriban megjelent kazettákat kértem anyukámtól, megkaptam, megkérdeztem, hogy... Hogy tudta ezt kérni, és elmondta, hogy a Guns N' Roses-től szeretné a Eugen Rosen 1-2. Eugen Rosen 1-2. Az Eugen Rosen. De legalább megvettem. Eugen Rosen 1-2-3. Nagyon helyes SMS-ek vannak. Én nagyon sokáig a Distraction-t, ezt ki tudtam ejteni, de azt egy Appetite, ezt nem tudtam. És mindig azt mondta, hogy Appetit. Appetit, igen. Appetit. Appetit. Hát neked is jó hétvágy. Appetit, igen. Ú, de jó kis album volt az ilyen. Kiskoromban németek horgáltak a szomszédban. Kérdezesen kérdezték, Kájne kapás, mire én mondtam, hogy Kejne, de nincs. Kájne kapás, Kájne, de nincs, mondtam. Mindig nagyon hevesen. Haverom a Bacon szalonát Bakonyi szalonnának hívtam. Bacon! Azt többféleképpen is ment. Igen, én mindig ezt énekeltem fiatal koromban. Hey you, vacsa van a gyú, vacsa van a gyú, it's a come for you. És ez... hogy vacsa van a gyú? Hey you, vacsa van a gyú, it's a come for you. Halálosan komolyan énekeltem. Randy MC 10 évesen 96-an saját kazettán borítójára Run DMC. Ezt tudtam ráírni, mert így értettem. A 90-es években a kedvenc számom a Summer Jam volt. Így írtam fel a CD borítóját. Summer Jam. Ugye, hát ezt tulajdonképpen tényleg nem tudtad. Általános iskolában a kedvenc számom referénye a Weaver, Weaver, Vacsú. Weaver, Vacsú, igen. Higgyetek el, láttam egyszer egy könyvre ráírva Shakespeare, és 2G-vel Spear-rel. Hát, mondjuk. Shakespeare, így van egy kis Shakespeare-em, de már nagyon be kéne kennem. Igen. Úristen, hát nagyon, nagyon jó kérnek. Egy barátom ment oda a DJ-hez tini korunkban, hogy kérje a Kacsaszpó. A Kacsaszpó című számot. Hosszas tanakodás után derült ki, hogy I just called to say I love you-ra gondolt, csak ő azt mondta, hogy Kacsaszpó. Ugye? Mert ez is így. Kacsaszpó, to say I love you. Zseniális. De ez tök helyes, nem? Amikor így ránk tört az angol, és így beáramlott minden nyugatról, de hogy így nem nagyon tudtad, hogy kell mondani, jól mondod, nem jól mondod, és nagyon-nagyon-nagyon erős meggyőződéssel tudtad egyébként úgy mondani, ahogy hallottad. Megírtad föl a kazettákra. Volt egy-két angol szó, ami úgy már pedzegetted, meg hallottad többen, és azokat állandóan belevizionáltad más számokban. Nekem például a Rasputin, a Boniemtól az rá, Rasputin, Everybody Rock Machine. Volt annak ide. Everybody. Mert az Everybody-t annyi mindenben hallottam, aminek meggyőződésem volt, hogy abba is az van. Rá, Rasputin, Everybody, Rock Machine. És a Rock Machine az benne volt? Az Lover Queen volt. Vagy Russian Queen. Nagyon jó. Ah, nagyon jó. Játékbolti vásárló. Hallottam a sencben, puclit szerette venni. Mit? Puclit. Sok idő kellett, mire kiderítették, hogy a pázlőr akar. Pucli. Na jó. Egy doboz 500 darabos puclit szerette. Atya, úristen. Úristen, nagyon jó. 15 éve a Pannonnál a bácsi kérte a Motorola teló mellé a tolkabátot. Ezt nehet, hogy Motorola miért kérte a tolkabátot a Pannonnál? Pannon GSM. Emlékszel, a Pannon GSM az éjjel volna. Az volt a tolkabát. Motorola tolkabát. Tolkabout. Úristen! És lenne még egy tolkabout is. A Motorola mellett tolkabout. Szeretnék kérni egy tolkaboutot. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó kérnek egyébként. Én apáptal reglexel hallottam szobatonként, hogy elég a siessével kezdődik a Starchy és Huck.
Starcsi és hát. Apá vittolta. Starcsi és hát. Az öreg óriási lehetett. Nagyon nagy duvákat jó. Gyere már, hogy kezdődik a Starcsi és hát. Aj, nagyon, nagyon jók jönnek, igen. 90-es évek slágeri között volt egy Night Train című dal, amit nyilván nem értettünk, és folyamatosan a buliba My Cream-ként tudtuk énekelni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Sajnos nem biztos, hogy túl sok időnk van még hátra, és hogy ki kellene még erre a pár hónapra is találnunk valami egészen jó dolgot. Szivassuk meg a Ferit valamivel. Nem szivatjuk meg a Ferit, a Feri szív 8 éve. Igazából valamit a ebbe írjuk. Nyitott kapukat döngetsz, mert én is pont arra gondoltam, hogy mindenképpen valakit meg kellene szivatni, de ebben az esetben én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha már te állnál a... Csak vegyük végig a mai adást. Alkoholista voltam egyébként, azért, mert elmondtam, hogy minden nap rozézom, vagy iszom egy fél pohár rozét kicsi szódával. Alkoholista voltam, minden vagyok. Szerintem rugaszkodjuk el a valóságtól, mert tényleg alkoholista. De le lehet rólam pattani. Itt kopaszra borotváltam a hajam, és egy alkesz lett belőlem. Tehát nagyjából itt tart. Az a kopasztor? Jó, hát majdnem kopaszra. De figyelj, valljuk be őszintén, hogy azért mindig mi most elsősorban az utóbbi időben mégiscsak Feri áll a maknak a fényesebb oldalán. Jó, de a Ferinek ez a szerepe. Polírozom is a bolcot, örömmel megteszem, de ide a végére egy küldetés kéne. Tök neked, jó lenne, érted? Igen. Egy valami... Összebeszéltetek, azt gondolom, hogy valamiféle... Egy picit igen, de nem. De nem, én tudok menni a Janival, én ezt szeretem, hogy ő megy. De ez hogy van, mindig egy picit unatkoztok, és akkor az a dolog, hogy akkor oké, jó, hát akkor valamivel szívassuk meg Balit, mert neki úgyis annyira jó. Hát ez tulajdonképpen szuper. Úgy van, hogy tegnap nagyon siettél, meg az elmúlt hetekben a forgatások, mi meg ott üldögéltünk kettesben. Mivel lehetne még ezt a kis, mivel lehetne még ezt a rohadékot megszívni? Jó, ez előre el kell mondanod, hogy mi vagy először igent kell rá mondanom, mert ha nem mondod el előre, nem biztos, hogy igen mondod. Szerintem mondj igen, biztos. Nem mondok bármire igen. Figyelj, te annál tökösebb vagy szerintem, mint hogy most így előre meghallgatod, hogy miről van szó, és azt nem döntöd el, hogy igen vagy. Nem mondjál rá igen. De várj, amikor Ferivel fogadtunk, az egy kész, az egy átlátható, egyértelmű dolog volt. Ha rágyújtasz, ez történik, hát ha nem gyújtasz rá, az történik. Most nyuszi vagy megfelelő. Nem vagyok. Egyszer ebben a műsorban vállalt be, hogy mész előre. Gyerekek, csak mondom, hogy alkoholista lettem, kopaszaborot váltam, olyan gépszárnyán ültem, tehát azért csak tegyük azért finoman ezt idézőjelben, mert azért érted, azért Bali is, azért bevállaltam dolgozat. Az arany alkomba is ezt fogod még tolni, Kiültem egy A2-es szárnyára, basszus. Kiültem a gép szárnyára, hát igen, jó, kiültem. Tehát mondjak valamire úgy igent, hogy nem tudom, hogy mi az. Szerintem tudod, ez nagyon bátor dolog, mert tőled meglepő módon. Nem lesz kemény, nem lesz érted, semmi félelmetes, szerintem csináld meg. Na. Bevállaltam a mindennapi szexet, tehát én is vállalok ebben a műsorban, jó, elvéreztem. Azért nehogy úgy kezdjük, hogy te kezdted el a mindennapi szexet, mert jövő héten már ez lesz, hogy én behozta adásba. Egy fantasztikus tudományos kísérletben én is részt vettem, ahol egy napig bírtam, mert azonnal elaludtam, Feri hatnapos tapétaboltját átvettem egy napra, tehát ez vállalok én is. Jó. Belemegyek. Na, ez jó. Ja, nem tudom. És mondom, de mondom ezt úgy, hogy ezzel igen, azért te nem élhetsz vissza. Ez nem igazi bátorság még, tehát hogy csak mondom, az igazi bátorság az lenne, hogyha mondjuk a Viki szemmel láttál a live jazz mineznél. Az az igazi bátorság. Na, az igazi bátorság, mert igen, csak akkor agyon verni egy elhasznált ékszia. Jó, oké, belemegyek, de mondok még valamit. Úgy megyek bele, hogyha nem tetszik, kijövök belőle. Hát ez nagyon kemény. Hú, de oda dobtad? Jó, elvállalom. Jó, oké. Na mondd, mit találtál ki? Jó, belemegyek. De ha valami nagyon aljas, abból kiátrálok. Tehát nem csak meg bármit. Sose volt aljas olyan. Gonosz kis rohadék. Hát itt ül, érted, mi már elmegyünk dolgozni, meg nem tudom, hol. Itt ül és furmákol. Fókusz, úgy teszek ki. Már csak meg igen. Indagolasz vagyok. Na mondd, oké, belemegyek, de fenntartom a jogot, hogy azért mondjak egy erősen, de oké, elfogadom, mondd. Mit szólnál egy saját Facebook oldal? Ez az! Igen, jó! Jó, ide, jó. Nem csak saját Facebook oldal. Mert én elmondtam, hogy én nem szeretem a Facebookot. De nem csinálsz. A Facebook a számomra egy ilyen virtuális boldogság verseny, ahol te boldogan versenyzel, hogy kinek a jobb. Akkor te most a boldogtalan dolgokat teszel hogy neked van ilyen szar. Én nem akarok ebben részt venni. Én tudom, hogy erre manapság már szükség van, de nekem ez nem hiányzik. Nem kell.
én ezzel jól el vagyok. Ez nagyon szimpatikus, nagyon értelmes, nagyon intelligens érvelés, de ezzel már igen mondtál. Tehát csak elfelejtelek, az előbb igent mondtál erre a dologra. Másrészt ezt nem mondtuk, hogy olyan fogunk adni, ami neked kell. Ez a hallgatóknak fog kell, a te rajongóidnak. Nézd meg, hogy ott vannak a kamu Facebook profiljai. A kamu Facebook profilomban vannak 60 000, csak mondom. Valami pattanásos tíli szerkeszti az Anopi Csarolla. Még mielőtt befejezni a mondatot, a zsűrben már nem tudunk vágni semmit. Tehát előbb vágom le a saját kezemet, mint hogy én egy kis szamócás joghurtos reggelit kiposztoljak a Facebookra. De majd akkor nem vagyok hajlandó ebbe részt venni. De te azt fogod kiposztolni, hogy megint elcsesztem a kávémat. Láttatok már ilyen rosszat? Igen. És érted? Igen. Ezeket teszed ilyen, ki. Ilyen alapvetően szép emberi dolgokat, amikre mindenki kíváncsi az országban, hogy mit tudom én, lefotózod a csupasz lábszáraidat, hogy egymás mellé vannak téve, mellette egy üres a papírgulig, és azt írod rá, hogy nagy a baj. Segítség! Ja, hogy képzeled el? Jó, oké. Tehát mi van a fejedben? Van egy oldalam, igen. Valami mi a fogadás tétje, vagy miről szól a dolog? Tehát csak erre igent kellett mondanom, de mi a tét? Figyelj, össze kellene hozni szerintem azért. November, most a végéig beszélünk? Tehát november végéig. Igen. Tehát mondjuk november közepéről beszélünk. Igen, csináljuk úgy, hogy mondjuk azt mondod, ki akarsz belőle hátrálni. Tegyük azt, hogy csináljuk hagytál meg egy azt, hogy így van, hogy mondjuk egy bizonyos, minek hívják ezt, like szám, vagy támogató, vagy csatlakozó, vagy minek mondják ezt fel? Csatlakozó, te analóg! Nekem nincs, és nem is lett. Én nem vagyok olyan hülye, és mire rá bolincsok. Jó, de én is előbb bolintottam rá. Okay. Hát, ha ügyes, hogy az lesz a fogadás, hogyha elérted azt, amit szeretne a Jani, akkor neki is kell egy Facebook oldal. Az a baj, hogy én már nem tudom. Követő lájkolom, mondjuk így. Jó. Okay. Ha egy bizonyos számot követőkben elér, igen, akkor maradsz, és posztolgatsz. De rohadék, tehát ha elérek egy bizonyos számot, akkor nem törölhetem igen, magam. Akkor egyáltalán nem törölheted magad, vége. Akkor a kötelességed, hogy ezt a dolgot, ezt az oldalt, ezt tovább üzemeltest. Jó, de ha viszont nem érem el, igen, akkor törölhetem magam még november közep előtt. Mondjuk igen, az utolsó adásban ünnepélyesen törölhetem magam. Mondj már egy olyan számot, amit lehetetlen elérni. Mert akkor úgy megyek bele ebbe, neked? Hogy igen. Tehát mondj egy hát olyan számot, amit... 15 millió. Jó, 15 millió. Tehát találjunk egy olyan számot, segíts nekem, ne árulj el. Fie, 2 hónap, Janival vagyok. Te rohadják, kendes, hogy végre nem én szívok. Na, hát fie, 2 hónap van addig, szinte napra pontosan. Azt gondolom, hogyha megcsinálod a 300, 250-300 ezernél azt... 400 a 400 ezeret. Nekem nagyon jó, mert a 400-at nem csinálod nem meg. Majd, tehát az bólítsatok rá 400-ra, az, hogy nem vagy rutinos Facebook-el, azt nem csinálod meg. Kevesebbet kell mondani, én szerintem megcsinálsz 250-et simán. 250 ezeret, úgyhogy hát nyilván segítünk azért. De én hajlandó vagyok pénzt áldozni a hirdetésedre. Ti, akik velem vagytok, és szerettek, és ismeritek a munkásságomat. Mostantól kezdve nem lájkolhatjátok. Meg lesz majd az induló oldal. Mondom, aki velem van, az most unlájkol, jó? Vagy diszlájkol, vagy nem jelöl be. Figyeljetek az enyémre is, mert folyamatosan fogom hirdetni a Balázs oldalát. Jó. Rohadjatok meg. Kedves, hogy mondtad, támogató? Minek hívják? Az követő. Kedves követők az unofficiál oldalon. Vagytok, vagy 60 ezeren, én megnéztem. 3-2-1-re cuccoljatok át, majd létszik. Ha meg lesz. És már 60-nal beljebb is vagyunk. Hát csak ugye az igazsághoz azért tartozik ez is, hogy nézzük meg például ezt a nem hivatalos oldalt, 60 ezeren vannak rajta. Össze fog ez jönni. Jó, viszont ha nem jön össze, igen, és én mindent meg fogok tenni, ne jön össze, akkor november 18-án, talán akkor igen, az utolsó adásunk, én törölhetem magam. Törölheted. Tehát ünnepélyesen törölhetem magam. Tehát jó, nekem... Akkor, az nagyon fontos, hogy azt írjuk elő, hogy mennyi napi egy posztot ki kell tegyem. Tehát az nem lehet, hogy csak megcsináljuk az oldalt, és tök uncsi vagy 2 hónapon keresztül. Tehát napi egy poszt kötelező. Ugye? Napi egy poszt. Hú, de fogom gyűlölni. Napi egy posztot azért vállaljon be. Napi egy. Gyerekeket. Nem tudom, óránként. Nem vagy Rubin Réka, vagy Kassa Tibi. Nem is akarok az lenni. Tehát, hogy számomra ez egy teljesen ismeretlen és idegen napi egy poszt, ez elég lesz? Napi egy poszt, az már jó. De bármi lehet? Nem, átvett a dollár. Ilyen posztok nem lesznek, hogy izé, hogy igen, hogy megy fel a dollár ára. Tehát ez nem. Virág, be igen, meg. Igen, kamatot emelt a Fed. Belinkelek egy. Saját képpel ellátott tartalmat kell csinálnod hozzá, hogy itt van a izé szallett a kávén, puff, ezeket föltetted, az ér, átvett tartalom nem ér. Jó, tehát napi egyet kell csak csinálnod. Saját exkluzív tartalmat tehetsz. Hát az exkluzívot nem mondjuk, mert azért az nehéz lesz. Miért ez mit jelent az a szó? Hát na ez az. Az esetében. Drága hallgatók, ha most egy kicsit velem vagytok,
És én azért bízom benne, hogy megérzitek, hogy ebben a műsorban kinek van igazán nagy szíve, és ki a gonosz, és ki áll az erős sötét oldalán. Most jöttök velem ebben a dologban, és elengeditek ezt az oldalt. Igazából mind a kettő jól járunk. Ez nincs. Mert ez az oldal nincs. Ha összejön a követők, ugye azt mondtad, tehát hogyha összejön ez a 250 ezer követő, akkor mi Ferivel jól járunk, mert onnantól kezdve te leszel majd egy picit ugye rossz végén a szerszámnak is, akkor üzemelteted ezt az oldalt. Ha meg nem jön össze a szám, akkor meg majd... Akkor meg, törlöm. Nem, akkor meg majd megírja a Bors, hogy milyen szánalvasó sebesség. Te rohadék, ezt egyébként aljasan kitaláltad. Ez egyébként duplán aljas. Tehát aljas üzemeltetni utána, mert hogy heróton van tőled, az Isten, nem tudom, egy-két hete nem volt fönt friss kép, tehát nagyjából azért így tudok a drága instás közönséggel foglalkozni. Jó, tehát 250 ezer. Savanya Szőlő Sebestyé Balázsnak. Sebestyé Balázs durcásan távozott a Facebook. Igen, törölte magát. És úgy, hogy már a rádióban se tudsz rá reagálni, tudod. Tehát tovább, mert 20-án fogja a Bors majd megírni, hogy Sebestyé Balázs durcásan elhagyta a Facebookot, mert nem jött össze neki a 250 ezer. Jó, ne írjátok már meg, hogy nem lehet letörölni soha az életbe, csak fölfüggeszteni. Ne trollkodjátok mi már az, meg ne? Az akciót. Mi az, hogy nem lehet letörölni? Nincs, ez rossz információ. Ez így önmagában, ez nem igaz. Érted? Ez egy rossz információ. Hagyjad. Ez, hogy nem lehet letörölni. Tehát, hogyha úgy döntesz, akkor te nem jöhetsz le a Facebookra. A Facebook téged nem enged el. De fel lehet jelenteni majd. Tehát, hogy jó lesz a Szilícium völgyben, nem tudom, Kaliforniában angol leveleket írogatni, hogy vegyenek le a Facebookról. Jó, de ezzel nem kell foglalkozni, akkor fölfüggeszted, akkor mondjuk így. Mert angolul az már érte, törlés az nem ugyanaz. Tehát, hogy ők fölfüggesztik, így mondják. De a posztokban nem szóltok bele. Hát később nekem ez nem. De én, hát később szerintem nem, ez jó, be. Ez így jó, jó hogy később nem. Elején azért szeretnék, ha lehet. Mert amatőr Facebookos vagy, hiszen nem használtad még. Hát hadd legyünk mi segítségedre, jó. Vagy nem mi, a hallgató. Na, akkor most finoman kapjátok be, egy posztot engedek. Egy posztba beleszólhattok. Eldöntetitek, hogy mi legyen az első. Nem. Egy posztba beleszólhattok. Tehát, hogy az első. Az első posztot eldönthetitek, hogy mi legyen. Utána nincs belepofázás, mert az nem legyen bali, akkor tegyél egy Mastercardot a segedbe, és akkor pucsicsátának. Azt megcsinálod magadtól is. Nem lesz ilyen. Az első posztot megmondhatjátok, hogy mi, vagy a hallgatók, vagy bárhogy, de utána nincs. Jó, utána én posztolok. Várja, az és nem posztolok napi egynél többet. De a napi egy se kötelező. De jó, napi egyet kötelező. Egyet kötelező posztolni, plusz egy bölcsességet, ahogy írja egy hallgató. Egy bölcsesség minden nap? Ne legyen már ilyen. Jó, de az ilyen karikatúra jelleggel fogok. Jó, ja, azt ezt megoldom. Jó, akkor napi egy bölcsességet. Na, akkor az első posztot mi határozzuk meg. Igen. Hogy az mi legyen, mi határozzuk meg a képet, tartalmat. Hallgatókat ne vonjunk be. Júj. Szerintem, figyelj, azért ez nem nekünk készül ez az oldal, hanem a hallgatóknak is. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy ők milyen pózban, milyen ruházatban, vagy esetleg ruházat nélkül szeretnének. Ez már alja. Írjátok meg, hallgatók, és a legjobbat majd kisorsoljuk, természetesen is kihúzzuk, és akkor Balázs csinál magának egy kicsi-kis hátrahúzott kis kukikát. Én azt mondom, hogy nem arról teszi az ember. Nem posztolom. Nem posztolok mesztelen képet, én nem látom magamat utána kifotózva valamelyik búrállába, hogy állok mesztelenül, nagyon nyomorultul. Igen, Ádám kosztümben. Jó, az első. Oda kell írni a külön képethez, hogy saját szerzői jogi védelem alatt áll, és csak akkor lehet, ha te engedélyezed. Van ilyen? Persze, meg lehet csinálni. Igen. A Facebookon odaírod, csak nem veheti át a búrvár. Facebookon is lehet, vagy most már lehet olyat csinálni, hogy így ráteszed, hogy Sebestyén Balázs. Csak okay. És akkor mi nem veszi át a Bors? Akkor úgy nem veszi át, mert rá van írva, tudod, ilyen keresztbeírással az egész, aha, és neki nem jó. Azt gondolom, azért itt még valahova fejlődnünk. Hát ez lesz egy komolyabb összeg a tanfolyam, mire kinevelünk, de hát semmi baj. Jó, 250. 250. 250. Jó. Oké. Okay. Jó. Fürdőruhás fotót fáj, Pedro. Szerintem a Viki fürdőruhájában azért, menő. Balázs, mert nekünk nem lehet törölni. Lehet! Ne üljél fel mindenféle hülyeségnek. Jó. Jó, egyébként én bízom benne, nem fogják lájkolni, tehát szeretnek engem. Azért ez egy érdekes dolog, lájkolni. Tehát szeresd, vagyis ne lájkold. Igen, de igen. Szerest, ezért lájkolod. Szeres úgy. Szerest, ezért ne lájkold, ezt kérem én. Aha. Hogy hagyjatok békén. Pont szemben is az egésznek a filozófiájával. Ez jó, ez jó. Ja, a kereskedelmi tartalmat sem oszthatsz meg rajta. Mi a kereskedelmi tartalom? Semmi, nem reklámozhatsz rajta semmit. Hát akkor Kassa Tibi, hogy van még életben? Kérem. Ja. Ugye nincs más az oldalán, csak kereskedelmi tartalom. Csak rólad szólhat.
ez csak róla. Tehát csinálni csinálhatnád, de mi rád vagyunk kíváncsi. Ja, hogy én nem oszthatom meg. Igen, november után csinálhatod. Azt, ha megmarad. De mi, mire gondolsz, hogy egy, mit, iszom egy cvakunikumot, és akkor fölrakom a cvakot, és akkor kérek tőlük, vagy egy omni a kávét, és akkor fölrakom? Ilyenek nincsenek. Majd figyeld meg, rájön az ízére, és az lesz a képeken mindig valami. Jó. Balázs bárhova elmegy, pókjárásba mutassa meg. Pókjárásba a képeket. Istenem, de jó lesz az. Na, írja akkor... egy hallgató, kész van, már lájkolnák. Aki szeret velem van, az most ezt az oldalt béké adja. Jó, elmondjuk, hogy gyorsan megmutatjuk a beszopot, csak utána megpróbáljuk elindítani. Jó, de olyan kereskedőn tartalmat ad például, azt értem, hogy nyilván lesz majd 20-30 darab ilyen poszt, hogy ott ülsz az üres rozés üvegek között, de a címke nem látszódhat. De örülök nektek. Tehát, igazából lett egy Facebook oldalam, és akkor is lettem a mai adásban. Csak magamnak köszönhetem. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Egy érdekes témával készültünk 7 óra utára. Mert hogy felkerült az internetre egy olyan érdekes videó, ahol elvileg a videón szellemet látni. Na. Mindig egy érdekes dolog, hogy ki mit gondol, ki mit hisz erről. Ugye, ha Juli itt lenne, akkor hosszasan lehetne vele beszélgetni, mert ő nagyon Kakiló hisz. Kakiló bácsiról. Ezekben, illetve volt neki egy csoszogó Kakiló bácsi az ő házában, aki mindig akkor csoszogott, amikor otthon volt, és ettől nagyon félt. Néha becsukta az ajtót, néha kinyitotta. Igen. Egyszer benn volt a kredencben is, ugye az edények között. Igen, hangokat ad, és a bácsi folyamatosan csoszog, és egy ideje már Juliék ugye megszokták, és nem csinálnak semmit. Ez a videó egyébként önmagában érdekes, arról szól, hogy majd fölrakjuk a posztot a Facebookra, hogy egy zebrán ütnek el egy kislányt, aki egyébként egy fehér lepelben van. Miért vannak a szellemek mindig fehér lepelben? Miért nincs rajtuk soha egy Timberland kabát, egy farm, egy Levi's farmer, egy gumicsiz, egy ketchup bakancs, és egy, tehát miért vannak mindig fehérben? Úgy néz ki. Szerintem csúnya. Nem is azért fölvesz magára egy ilyen. Nem? Kicsit közhelyes a szellemábrázolás, mindesetre a videó egészen jól néz ki. Mexico Cityben készült a felvétel szeptember 18-án, éjjel 2 után. Miután feltöltötték a YouTube-ra, többen írták, hogy ők is látták magát a jelenséget. Az eddigi vizsgálatok szerint az utóbbi időben azon a zebrán nem történt olyan halálos baleset, amelynek áldozata fiatal lány lett volna. De azt mondtad, tudod, hogy lány, ha fehér le van takarva fehér lepellel. Hát a feje az látszik. A feje az látszik, igen. És az látszik, döbbenetes a videó, hát most igaz vagy nem tudom, hogy megjelenik egyszer csak egy fehér lepelbe öltözött lány a zebrán, és egy autó úgy, ahogy van, átmegy rajta. Először csak az árnyéka látszik, majd amikor világosabb lesz a kép, akkor a sziluett is teljesen kitisztul, és hát az autó úgy, ahogy van, keresztül megy rajta. És az autós nem látta, vagy nem érezte? Hát azért elém lép egy vasalatlan fehér lepedő, érted, egy lány fejjel. Hát azért csak belesatúzok, nem? Sose fog kiderülni, amíg ilyet mi a saját szemünkkel nem látunk, hogy ez most igaz vagy nem. De hát most igen, de itt voltak azért szemtanúk. Tehát, hogy mindenki látta Santa ezt. Santa Maria Trestequila. Csak érted, csak az autós, ő nem látta? Vagy amikor szellemet látsz, akkor gáztat? Hát lehet, hogy tudta, hogy szellem, és így tudta, hogy simán átmehet igen, rajta. Ez egy mindennapos dolog. Minden reggel látszogott menni ez a szellem, a szellem kislány ott a zebra. Na, mi arra gondoltunk, hogy felhívunk egy szakértőt, és megkérdezzük, hogy elvileg ez lehetséges. Szerintem mi már vele beszéltünk, nem? A mexikai közútkezelőd? Tessék? A mexikai közútkezelőt, hogy vannak-e arra szellemek? Nem, őt Nadinnak hívják, és ő volt az, aki Juliához is kiment, hogy megtisztítsa a teret Juliéknál. A Nagyidat felhívja. Nadin. Csináltál hétvégére túros fel a csintát, Nadin. Hát én Nadin mikrálám vonalban. Szia, Nadi. Felhívjuk Nadint és megkérdezzük. Ő micsoda egyébként? Mindjárt megkérdezzük. Látó, biztos. Látó. Nadin, haló, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, Nadin vagyok. Nadin? Nadin, igen. A folytatni. A Jósnő és Médium. Ez az. A Jósnő és Médium. Vagy úgy. Mi vagyunk médium. A Médium, nem? Médium. Jó reggelt. Kinek a kezébe vagy már te is, mint médium? Abony Árpád? Nem. Szellemekkel foglalkozom. Független médium. Te független médium vagy Abony Árpád kezében vagy. Jaj, nem, ott még nem tartom. Köszönöm szépen. Na, Nadin, te láttad ezt a videót? Ezt a mexikai videót? Megmondom őszintén, Balázs, én nem látom a videót, viszont ugye én ezekkel foglalkozok, ugye a szellemlényekkel. Felkészült szerkesztői munkáról teszünk tanúbizonyságot, hogy nem küldtük át neked a videót, miközben felhívunk, hogy szólalj meg, vagy témában. Igen, mert ugye nemrégiben keltem föl, itt gyorsággal kaptam a telefont,
Hát mivel, hogy csak annyit hallottam itt a adásban, hogy, hogy miről van szó. Hát figyelj, ezek egyértelműen léteznek. Tehát ugye én ezzel foglalkozom. Várjál, Nadi, ne rohanjunk egyet. Kik? A szerkesztők? Szellemek. A szerkesztők, akik nem küldik át a videót, vagy a szellemek? A szellemek léteznek. Tehát elég jó lehet őket fotózni, elég jó lehet videót készíteni róluk. Nagy részben az, amit én tapasztalok, ugye, hogy sötétben az kiemelkedően jó fotogének, mondhatom azt. Hát a fehérlepedő miatt. Miért vannak egyébként fehérlepedőben? Nem fehérlepedőben vannak. Ez egy nagy tévedés különben, mert valamikor ugye úgy jelennek meg, mint hogyha húznak valamit maguk után. Tehát ez inkább ilyen fehéres, ezüstös színekbe szoktak jönni, de teljes egészében kivehető, hogy kislányok, vagy halott katonák, tehát rengetegen maradnak itt föld közelben. És, de honnan tudod ezt? Tehát, hogy te látsz ilyet, vagy te foglalkozol ezzel? Igen, én látom, hát ugye azért vagyok médium, mert én látóként üzemelek, tehát ugye az elhunytakkal szoktam beszélni, és de ezt ők is tudják, vagy csak te beszélgetsz velük? Ők is tudják. Tehát, hogy válaszolnak. Tehát igen, ez egy szeánszon belül működik. Tehát ugye nagyon sokan járnak hozzám, nagyon sokan voltak nálam, és ugye én mindig azt mondom, hogy én garanciába teszem az első 20 percet, hogy olyan információt mondok nekik, amit senki nem tud, csak ők. Már milyen garancia? Pénz visszafizetési garancia? Igen. Ez egy szolgáltatás. Így van. Tehát addig nekem az illető nem fog fizetni, amíg én olyan információt nem mondok az elhunytakról. Na várj, hogy néz ki nálad egy ilyen szeánsz? Tényleg érdekel egyébként, nyilván az ember kérdez, mert laikus. Nem voltam még ilyen szellemidéző szeánszon. Tehát valami olyat kérdezeltem meg az illető, mint a halott rokonáról, amit csak ő tudhat, te nem, és utána ezt neki megválaszolod? Így van, illetve lehívom a derhűtnak ugye a szellemét, a lelkét, és ő elkezdi mondani a múltbéli dolgokat. Honnan hívod le? Fönt, ugye univerzumban vagyunk, tehát ilyen dimenzióváltásokról beszélünk, és ugye vannak azok, akik itt ragadtak föld közelben, és vannak ugye, akik már ugye fönt vannak az univerzumban. Keringenek a Rókus kórház körül, vagy mire gondolsz? Pontosan. Temettőknél, Rókus kórháznál, figyelj, november 1-én, meg ugye ünnepnapokon, itt december 24-ét is ideértve, tehát nagyon erősen itt van a föld közelben, és olyankor rengeteg fotót tudnak az emberek csinálni, rengetegen érzik, hogy tudj volna egy nekem egy konkrét példát, hogy például te mit kérdezni, eljött hozzád egy rokon, aki szeretett volna beszélni, mint amin az anyukájával, és akkor te megkérdezted, hogy hova rakta a karácsonyi eszcájót, és akkor elmondta, hogy igen, nem tudom, a bal kettes fiúkban kislányom ott van az ezüstét készített. Hazamet, és tényleg megtalálta, csak kíváncsiságból. Igen. Tehát azért ez így működik, hogy én akkor, Balázs, én akkor tudok hiteles információt adni nektek, hogyha kimondottam, megmondok neked olyan dolgokat, hogy az elhunytal kapcsolatosan, hogy csak mondok, amit milyen betegségbe halt meg, kórházban, otthon, milyen ruhát hordott, hogy nézett ki, mi volt a stílusa, a karaktere, mit csinált életébe. Ettől lesz hitelessé. Igen. Aha, de ezt mondod te el a halottról? Uh-huh. Vagy igen. Ők nem beszélnek, tehát akik eljönnek hozzám, ilyenkor nem mondanak semmit, csak azt kérik, hogy Nadine, mondjál nekem valamit. És én azt szoktam mondani, jó, akkor nézzük, hogy akkor az elhunyt mit mond nekem. Elnézést, én csak a postás vagyok, a nyugdíjat hoztam, te meg megfejted addigra, hogy igen, múlt héten veszett el, nagyon fontos volt ennek, piros kabát volt. Ma 2500 forint jattot kapott, de ebből nem volt be egy fillér sem. Nem, azért ez, figyelj, ez egy teljesen komoly szeánszon belül megy, tehát én ott egy, ugye 18 éve felülek jönnek be, tehát én gyereket nem szoktam beengedni alapból, mert a gyerekek látják az elhunytakat, tehát köszönnek nekük, beszélgetnek velük némelyik, aki ilyen nyitott csatorna. Ugye ez a képességem nekem gyermekkorom óta megvan, tehát ugye én ezt folyamatosan használom. Akkor terhetetet. Tessék? Akkor kemény gyerekkorod. De gyerekkorod óta látod a szellemeket, azt igen. mondod? Igen. Tehát én nekem de kommunikáltál is velük, vagy beszélgettél velük? Így van. Én ezért kaptam intőt, mai napig megvan, hogy ugye intőt kapok, hogy ugye megsértegettem a tanárnőt, mert azt mertem neki mondani, hogy meghalt a nagypapá, és ezt üzeni. És egyből intőt kaptam. Köszönöm szépen. És akkor nem tudtam úgy felfogni, de mondták, hogy semmi baj. Azt hitték, hogy kettős vagyok, de hála Istennek nem. Rákosi Mátyás, na hozz kezelni.
Rákos kertes. Igen, de nem, de ezek teljes egészében működnek. Figyelj, akik itt maradnak föld közelben, ugye azért kétféle van, tehát ugye csak mondok egy példát, vagy védőként óvnak minket, segítenek nekünk, azt akarják, hogy tényleg óvnak, tehát vigyáznak ránk. A másik oldala, a rosszabbik oldala, ugye van ezek, akik ugye alkoholisták voltak, drogosok voltak, vagy netán öngyilkosok lettek, hogy itt maradnak, és megpróbálnak energiát meríteni belőlünk. Hát ugye ez sajnos egy negatív élménnyel jár, mert ugye itt egészségügyi romlás, akkor úgymondván elmezavar léphet föl, tehát azt hiszik, hogy az emberről, hogy úristen, skizofrén lett, paranoid lett, tehát... még egy Rozét Balázs. Igen. De rosszabb komolyan, tehát van olyan, hogy ugye ül bent nálam ügyfél, és akkor látom, hogy úristen, ebben kettős lény van, hát ez nem normális, tehát ilyenkor vagyunk egy páron, mert ugye Magyarországon nem sokan csinálják, hogy az emberből ilyenkor kiszedjük ugye azt a plusz lényt, mert valahonnan ezeknek a lényeknek táplálkozni kell. Én is mikor rákuporodok a budira, mindig úgy érzem, hogy egy plusz lény van benne. És aztán mindig kiabálok már bárkihez, már szerintem akkor hozzád is, nadin, szedd ki belőle. Én úgy érzem bennem, az se kilomért törvénytelen. Nem járunk. Nyilván nem, persze. Figyelj, és a jövőbe is látsz egyébként? Te látod a jövőt is valamilyen szinten? Igen. Tehát amikor eljönnek hozzám az emberek, akkor én ugye megnézem, hogy mi várható nekik az elkövetkező időben, ugye mit tudnak rajta javítani. És most nem tudsz bele nézni valami gömbbe? Mert nekem most nagyon fontos kérdés. Nincs gömböm. Miből? De miből? Te csak így lejön az info? Persze. Hát tudod, úgy lefolyatják, mint a vizet a csapba, tehát úgy folyatják át. Amik a gömb a hülyéknek való, abból Újpádre dolgozik. Persze. Tehát az, nem, hát az Újpádre nem kell bántani. Nem bánt, egyébként imádom, jóba vagyunk. Nem, hát mindig tudja, hogy kicsit szívjuk a vérét. Figyelj, nem. Két kérdésem van. Az egyik, hogy meg lesz a 250 ezer lájkom november közepéig. Mondd, hogy nem. Nekem az az érdeke, hogy ne legyen meg, mert akkor fönt kell maradnom a Facebookon. Ha meg lesz, akkor maradnom kell, ha nem, akkor törölhetem magam. Mindenkinek fizetek, hogy fönt legyél. Hidd el nekem. Most kivel vagy te? Hát komolyan mondom, kivel vagy te. Most kezdtelek megszeretni, mehetünk tovább. Meg mi a másik kérdés? Mi lesz a frekvenciával? Minden rendben lesz? Minden rendben lesz. Fogunk rádiózni november pontjából. November után? Rádiózunk, hallgatunk titeket, minden rendben lesz. Hát ti nem hiányozhatok a rádióból, úgy, hogy én sem, a köztudatból, tudod. Jó, de szép. Igen. Oké, figyelj, nagyon érdekes beszélgetés, mert ugye az ember kérdez, mint laikus, te válaszolsz, aztán nagyon sokan hisznek neked, nagyon sokan mondják azt, hogy hülyeség, nagyon sokan tartanak, nyilván ezt te is hozzászoktál, kicsit tényleg ketyúsnak vagy bolondnak. Én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mint mindenki a saját meggyőződése szerint gondol erről valamit. Az is lehet, hogy te valóban kommunikálsz velük, az is lehet, nem kommunikál, szerintem néha ezekről azért így lehet beszélni. Aztán majd mindenki dönt meggyőződése szerint. Azért adom a garanciát, tudom? Tehát azért mondom, hogy üljenek le, én biztos, hogy 20-30 perc garanciát bevállalok, hogy ott nem tudok hiteles információt mondani az ember múltjáról vagy az elhunytjáról, fölállhat és fizetés nélkül elmehet. Tehát én akkor nekem nem kell kifizetni a szolgáltatást. Viszont azt mondja, hogy igen, Nadin, ez teljesen helytálló, akkor megyünk tovább, és akkor onnantól kezdve nem kérdés. Ja, figyelj, még egy kérdés. Onnantól viszont dupla lóé. Nem. Jó az üzleti volt. Ne, szimpi vagy egyébként, én bírlak, szóval, hogy így szimpatikus vagy. Hát aztán mindenki eldönti. Mondja, Jani? Csak még egy kérdés, hogy Viki tud a balatoni trani partikról? A Viki az én feleségem, és a Jani lefordítva arról kérdezett, hogy tud-e arról, hogy travikkal mulatom az időt Balatonon. Egy fenyvesi faházban, persze. Ja, értem. Én a Vikinek mindent fogok látni. Hogyha megkér, hogy Nadin lássál nekem, én mindent fogok neki látni. Jézus Isten, akkor meg kell, hogy jöjjelek. Akkor mennek az embereim, Nadin. Ne arra úgy el kell, hogy tegyelek lábaló. Jó, köszi. Nem baj, odátról jövök. Hiszen odátról is. Jézus Isten. És majd csak azt látják az emberek, hogy megyek valahogy, és így hesek. Na jó, oké, figyelj, hát köszönjük. Nézd meg a videót, kíváncsiak, hogy mit mondasz. Jó, felkészült szerkesztőnk átküldi neked akkor, hogy a beszélgetés után meg tud nézni, amiért felhívtunk. Jó, én megküldök neked egy fényképet, hogy azt lássátok, hogy nagyon jól lehet őket fotózni is. Jó? Miről küldte? Van fényképed? Van egy kórházi felvétel, egy ápoló áll rajta, és mögötte van egy halott katona. De ezt te csináltad, mert nekem mindig az a bajom, hogy én szeretnék olyat látni, hogy ezt valaki készítette, nem internetre föltölti, nem YouTube, nem, tehát hogy valaki ezt a saját gépével készítette.
el készült, itt a barátnőmék csinálták meg, és átküldtük, hogy úristen Nadin, hát ez most micsoda. És mondtam nekik egyértelműen, ugye ő egy homogén szellemköz, tehát ugye ez egy szellemköd, úgy, ahogy van, és akkor onnantól leírtam nekik, hogy ugye ez az ember ez itt maradt, itt ragadt, és akkor hát sajnos ez kórházon belül van, tehát ez a felvétel kórházon belül készült, lehet, hogy fölteszem nektek oda a Morning Show oldalára. Megnéznék, szívesen, dob be nekünk, azt meg megköszönjük. A Balázs új Facebook oldalára, de jó. Igen. Morning Show-ra, oda. Jó, Morning Show-ra, beteszed, vagy berakod, akkor azt megnézzük, köszi. Jó, és írd meg, hogy apám hova ásta az autó nyeremény betét könyvet. Janinak az édesapja egy nagyobb készpénzösszeggel távozott, és azóta ezt keresi a kertbe egy fémdetektorral állandóan. 200 négyzetméter, tudod mennyi volt, vagy négyszögölt, mennyi idő volt még felállt. Nadin, csokoltatunk, puszi, köszönjük. Köszönöm szépen, ciao, hello. Hello, hello. Kutyafáj, hát én is beszárok, hogy makkal fogok jósolni. Az jó, az látványos. Ezt, ugye, kiteszed, paf, van erre, mutat, kész. Hát, hogy, na mindegy. Figyelj, arra azért tényleg kíváncsi lettem, hogy hányszor játszottál azt, hogy a takarékbetétkönyv nem oda volt elásva, ahol mondta, és közvetlenül nem is. Egy 400 méterrel arrébb egy diófa alatt találjátok. De nincs is diófánk. 10-ből szerintem 9-szer ezt kérdezik meg. Vesz, biztos és, jöpén. És hogy van a kedves, mindegy, nem is érdekes. A betétkönyv, hova lakta a betétkönyv? Figyelj, ez megint érdekes, mert én közben nagyon sok külföldi médiumról olvastam könyvet, akik viszont meg szenzációs dolgokat jövendöltek, meg most jósoltak meg. Tehát, hogy... Mi a világ történése? Igen. Van egy Edgar... Nostradamus nevű. Igen, egy Nem, van egy Edgar Case nevezetű csávó, vagy volt. És ő azt hiszem talán a századforduló élt, brutálisan jó könyvei vannak, ő is egy hasonló médium volt, és el tudtál hozzá menni, és tulajdonképpen becsukott szemmel mindenféle információt rólad, a felmenőidről, a jövődről, a múltadról úgy ontott magából, hogy nem volt kérdés. Vizsgálták, tudományosan vizsgálták, tudósok, pszichológusok, mindenki, és nem tudták, hogy tulajdonképpen honnan kapja az infót. Elképesztő. Nagyon sok könyve van magyarul, érdemes elolvasni. Cajce, így írják. Edgar Cajce. Csak mondom, ha nem félek attól, hogy a kezedbe vezed ezt a könyvet, de hogy például az ember egy ilyet elolvas, és akkor ez jó basszus, hát azért ebben lehet, hogy van valami. Nem mondom, hogy Nadimban is, de nem tudom, azért vannak híres médiumok a világban. Biztos, hogy csomó dolgot meg tudnak jósolni előre. Látom a jövőt, látom, hogy a keskeny nyomtávú eljut Bicskéig. Azt nem kell vizionálni, az már papíron megvan. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szóval repítékhez, hát beszéljünk erről meg magáról. Egy kemény téma, de azt gondoljuk, hogy talán hasonló azért Magyarországon is megtörténhetett, ugyanis hát a vállások országa vagyunk. És szerintem rengeteg olyan hallgatónk van, aki tud majd arról mesélni nekünk, hogy milyen volt az, amikor ő úgy ment be a bíróságra, hogy ott szembesült azzal, hogy egykor szeretett férje vagy felesége olyat állít róla. Élete szerelme, akivel egykor ágyba bújt, szerették egymást, nagyokat szexeltek, közös utódokat nemzettek, hogy nem is igazából érti, hogy mit mond az alperes vagy a felperes, mert hogy szeretné tőle elvenni a gyerekeket, és ezért ugye olyan dolgokkal kellett szembesülni, ami nem igaz. Tehát valótlan válásokat keresünk majd, illetve lehetetlen válásokat, amikor az egyik fél kicsit túlzásba vitte a kamuzást, és úgy szeretett volna valamilyen előnyt kovácsolni a válóperből, hogy elkezdett lódítani, hazudni a bíróságon. Válással mi már sokszor foglalkozunk, de talán ebből a szempontból még nem. Hát. Ami most ugye Angelináéknál zajlik. Annyira tanulságos, hogy mire gondoltok. Ugye nagyon durva. Pont ezen gondolkodtam, most egyrészt ugye az Angelina Jolie Brad Pitt-es ügy kapcsán, ugye ez a legfrissebb, meg egy magyar celebpár kapcsán is, így pont tegnap gondolkodtam rajta, hogy így olvastam megint egy ilyen nyilatkozatot a magyar hölgytől, de egyébként ez tökéletesen illik Brad Pittékre is. Ugye Brad Pittről most kiderült éppen, hogy már veri a gyerekeket. Na mindjárt beszéljük át ezeket. Igen. Hát, hogy a pár hónappal ezelőtti újságcikkeket, meg nyilatkozatokat olyan szépen mellé tudnám tenni, hogy megnézzem a különbséget a mostaniakhoz képest. Igen, hogy három hónappal ezelőtt még életem szerelme, a nagy ő, mellette akarom leélni az életemet, ő az igazi, hogy hívják, együtt fogunk megöregedni, együtt temetnek el még, stb. És akkor most meg, és a repülőtéren meg verte a gyereket, és marihuánát kevert bele a viszkibe, és azzal próbálta meg elaltatni a gyereket. Mondjuk el, hogy mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit mond Angelina, és igen. Akkor indítsuk az elejéről a történetet, aztán megbeszéljük, hogy jó, nem jó, etikus, nem etikus. Nekem is
sok bajom van ezzel a történettel, annak ellenére, hogy Brad Pitt elismert egy-két dolgot. Ugye mi történt? Történt az, hogy Angelina beadta ugye a vállópert, ezt nyilván mindenki tudja, mert hogy Brad elkezdett nagyon durván marihuánát és alkoholt fogyasztani. Igen. Amit egyébként Brad Pitt is azóta elismert, hogy valójában túlzásba vitte az alkohol és a marihuána fogyasztását. Jó, ennek volt egy finomabb verziója is, amikor azt mondta, hogy nem egyeznek a gyermeknevelésről alkotott elveik egymással. Igen. Na most ugye történt az az ominózus repülőút, ami után állítólag Angie beadta a vállópert a házuk pánik szobájában. Onnan írt le. Igen, mert annyira fél Brettől, tehát ez lehet, hogy aztán egy ilyen amerikai bulvár hírportál túlzása. De ő beadta a vállópert azért, mert volt egy ominózus repülőút, amikor ők repültek a magángépükkel. És ezen a magángépen Brad vállalhatatlan berúgott állítólag, és elkezdte inzultálni fizikailag is, és hát érzelmileg is a gyerekeket. Azért egy 8 órás úton, ha apa valójában berúg, akkor azért az valóban szörnyű lehet, hogy egy légtérbe vagy nem tudsz tőle elmenekülni, senki nem állítja le, ott van mondjuk 8 gyerek, apa pedig részegen felrúgja a márványasztalt, a Falcon 622-esen be akar törni a pilóta fülkébe, és egy késsel hadonászik, és terrorizálja a gyerekeket. Tehát... és ők utána leszálltak, amit nem is Angie jelentett, hanem két civil a repülőtéren, akik ugye azt mondják, hogy Brad annyira készen volt, hogy be akart ülni egy kerozin szállító kamionba, és azzal akarta elhagyni a helyszínt. És én ennek azért tudok talán egy picit hinni, mert ha ezt már civilek állítják, akik reptéri dolgozók is ott voltak, nyilván nem találnak ilyet. Nyilván nem találnak ilyet, mert ha Angie mondja, abban van egy érzelmi töltet. Van az a fajta lerészegedés, amikor kiszállsz a repülőből, kirúgod az ajtót, lesétálsz a lépcsőn, meglátsz egy kamiont, kitéped az embert, be akarsz ülni. Nagyobb gépet! Be akarsz ülni, és elmész a kerozin szállítóba. Költségek is bőszik a kerozin szállítóba. Tehát ez egész egyébként borzasztó. A másik, ami egy mellékszála ennek a történetnek, hogy azért milyen érdekes, hogy valójában tulajdonképpen lehetsz te a világ leghidesebb embere. Lehetsz a világ leggazdagabb embere, legszebb embere, a legbefolyásosabb hollywoodi szereplő. Ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzdenek, és ugyanúgy megélik ezeket a válságokat, és semmivel se tűnnek boldogabbnak, mint bárki itt a Földön. Hát igen, mit mond az ember, én, ha ő lennék, biztos annyi boldog lennék. Nem, biztos. És valószínűleg tulajdonképpen ugyanazon a szinten vagytok, ugyanazokat az érzelmeket élik át, és semmivel nem boldogabbak. Nem. Pedig mindenük meg lehetne. Igen, tehát, hogy mennyire nem ettől függ. Nem szállítógépbe szállsz be a magárepcsitből, hanem a kukás autóba érted a, mit tudom én, Petőfi utcába megállni. Na most akkor jön a morális kérdés, és akkor ebben vitatkozzunk egy kicsit. Ami szerintem nem biztos, hogy jó. Tehát két ember, aki szereti egymást, de nem muszáj velem egyet érteni, mondhatjátok, hogy Angie-nek igaza van. Nem etikátlan-e a kapcsolatodra, és amellett, hogy szerintem igaza van Angie-nek. Tehát el kell, ha terrorizálja a gyerekeket, vállalatlanul viselkedik, berúg, iszik, akkor el kell válni. De én azt sose értem, hogy miért árulod kicsit el azt, akit te valamikor szerettél, és együtt éltél vele. Vagy egyáltalán árulásnak számít-e az, hogy te ezt ilyen durván lenyilatkozod, mert ti mégiscsak valahogy egy szövetséget képeztetek. Történt valamit, azt mondod, hogy tönkrement, elhidegültünk, köszönjük szépen, szeretnék elválni. Ugyanúgy el tudsz tőle válni. Tehát miért kell ilyen szinten ezt így, ilyenkor így kiteregetni, mintha kicsit magadat védenéd, hogy nem te hibáztad, ő miatt a mentőnkre a házasság? Azért, mert egy világ kérdezi meg tőled, hogy azt miért, amit a Jani mondott, hogy 3 hónappal ezelőtt még az volt, hogy ők a világ legboldogabb párja, és még öregbe fogadunk gyereket. Meg kell magyaráznod, és azt kell elmondanod a világnak, hogy gyerekek, azért, mert ez az ember egyébként ilyen, csak eddig ezt nem mondtam. Érted? Tehát valamit kell hozni, plusz saját magad számára is, azért ezt képzeld el egy ilyen kapcsolatban, hogy jössz ki, ott saját magadnak kell mondanod valamit, érted? Hogy mi az oka annak? Hát miért mondod el, azért, hogy az ember, akit te szerettél, nyilván igaza van. Tehát én azt gondolom, hogy akkor van egy ponton, el kell válni. Mert lehet, hogy azt... De miért árulod? Mert hogy óriás fájdalmat okozott neki. A férje például ebben az esetben. Ugye itt rengeteg információ, meg fél információ van, lehet, hogy soha nem derül ki, de lehet, hogy mit tudom én, 2 vagy 3 hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy 1 év múlva tudni fogjuk, hogy valójában mi történt. Most ugye azt is rebesgetik, hogy Brad a legutóbbi forgatáson egy francia színésznővel egy picit. De azt már tagadta. De tagadta, hát aztán lehet, hogy fél év múlva, meg 1 év múlva, meg már együtt fognak élni, és aztán meg majd kiderül, hogy mégiscsak nem, ez volt az egész. Nem, terhes a csaj, meg igen, lenyilatkoztam már ilyen kotárba, hogy hívják, igen. Nem, hogy neki pasia van, és terhes, és boldogok is, hogy nem jött össze a
Breddel. Tehát annak hát, ellen... nagyobb csodákat is látott már. Na mindegy. Szóval, hogy... egy ilyen nő mellett azért én kicsit nem csodálom, hogy iszik meg szív. Azért az Angyi nagyon kemény csaj. Tehát ez, a, most ne, ez a szamaritánus nagykövet, ez nekem nagyon tetszik, de közben szerintem egy rettenetesen pszichotikus, neurotikus nő, aki mellett azért nagyon nehéz lehet. Ez egyértelmű. Ez a rész, ez egyértelmű. Ez egy nagyon lehet, hogy van benne egy olyan szintű sértettség, egy olyan szintű fájdalom adott esetben, ami fájdalmat ő így próbál meg törleszteni a férje irányába. Hogy akkor most megtudja az egész világ, hogy te milyen vagy? Igen. Tehát engem szadisztál két éve. Igen, és akkor most mindent, amit korábban elnéztem neked, hogy meglegyintettem mondjuk a izét, a kis Xiannak a izét, a bal fületövét egyszer, ami azért valljuk be őszintén, ha mondjuk ki bocsánatos bűn, mondjuk egy családban az előfordul, hogy egy ilyen atyai sallert leakaszt a gyereknek. Jó, ha terrorizáltad nyilván a gyerekeket, akkor egy rohadék, mert én azt hiszem, hogy egyébként ez nekem nagy csalódás lenne. Ezt mondom, mondjuk... hogy egy hónap ezelőtt ez a terrorizálás, ez nem volt terrorizálás. Most ebben a szituációban, ebben az érzelemben, eme válságban, amiben vannak, ez most már terrorizálásként van beállítva. Egy hónappal ezelőtt még ez egy teljesen indokolt, mert hogy hívják, mert a gyerek hogy viselkedett, mert visszaszólt, vagy mit tudom én. Most már persze úgy tálalja a dolgot, hogy terrorizálta a gyereket. Azt gondolnád, hogy jönnek, mennek, utaznak, baromi gazdagok, mindenük megvan, halálosan a hétköznapi élet, megélik a boldogságot, és közben ugyanúgy harcolnak, ugyanolyan problémáik van, ugyanúgy veszekednek, úgy, hogy ez a világ két pontján, egyik forgat, másik forgat, tehát örülniük kéne, amikor együtt hogy vannak, együtt nem? Van. Igen, meg a meg a családa, mindenki vagy nem tudom, valahol éppen Szíriában van, vagy Amerikában forgat, tehát az egész nagyon érdekes. Igen, kérdés, hogy ezt így el kell mondani, hát fene se tudja, nyilván valóban ő is saját magát menti ezzel. De meg kell magyarázni a dolgot, az álompár elválik. Ez a hollywoodi hír, az álompár elválik. Hát arra mondani kell valamit, mit mondasz Angelina Jolie? Például... Meguntam Brad Pittet, gyerekek. Én nem követem például, csak hogy vonjunk egy párhuzamot, bár azért nem biztos, hogy jó a párhuzam, de a sarkahajduk válása. Aha. Ugye hát celeb párok, ez most a Magyarország színe előtt zajlik. Nekem az egyébként halálosan szimpatikus abban, hogy én még valójában mindig nem tudom, hogy mi történt, mert nem magyarázza meg, vagy nem mondja el, ők, akik azért a magánéletüket mindig a kirakatban élik, hogy ő megcsalt, én megcsaltam, én léptem félre, ő lépett félre, hanem az, hogy történt valami, elválunk, de nem kötjük az orrotokra, mert nem tartozik rá. Tehát nekem ez baromi szimpin intézik. Nincs az a fajta mutogatás, érezni a katába, hogy van düh, meg láttam a Havassal a beszélgetést, meg nyilván sértettség, de hogy van egy pont, amit te már nem adsz ki. Vagy már nem mondod el, vagy nem árulod el azt az embert, akitől mondjuk van két gyereked, és nem teszed ki őt a nyilvánosság. Nyilván Bredet is baromira meghurcolják. Hogyha az van a sarka hajdú párosban, ugye ott fölrepent a hír, hogy Péter szétnézett másfelé. Ha az van, ez felröppent, igen, azért mondom, de ha ez van a háttérben, azt meg nem szívesen mondod el nőként, hogy gyerekek, engem ott hagytak egy másik nőért, még ha csak egy alkalomra is, érted? Az Angelináéknál más a helyzet, ott a családon belüli bemariskázva a gyerekverés esete forog fönn. Hát azért a kettő a más. Igen. A gyerekverésen. Igen, az valóban kemény. Meg ez ideig tűröd, meg azt mondod, hogy menj el rehabra, meg próbálsz vele együtt lenni. Aztán nyilván el kell válni. Na mindegy, fene se tudja. Hát. Igaz, hogy valami nagyon nagy ügyvédet szerzett Angelina? Angelina megszerezte Hollywood legdurvább vállóperes ügyvédjét, de nem azért, hogy titokban elváljon, mert ő nem tud titokban elválni. Nyilván mindenki erről beszél. Ez a nő, ez még nem nagyon veszített vállópert. Aki őt szerzi meg először, az jobban jön ki a válásból. Rettenetesen kemény a nő, rettenetesen tudja pontosan, hogy mivel lehet, hogyan lehet befolyásolni a bíróságot, az esküdteket, és hogy lehet a legtöbbet kihozni a bíróságból. Nagyon sok sztárnak sikerült őm elválni, aztán Johnny Deppet is védte, pedig Johnny Deppet azzal gyanúsították meg, hogy megverte a saját barátnőjét, feleségét, bántalmazta, amit a bírósági tárgyalás hatására a csaj aztán visszavont, visszalépett tőle, és elég lett neki az a nem tudom hány millió dolláros kártérítés, amit jótékonyságra ajánlott föl. Tehát baromi kemény a csaj. Persze. Angie nem viccelt, Angie megszerezte magának. Jó, de... Azért is, mert ő már, amikor Billy Bob Thornton-t elvált, szintén ez a nő intézte neki. Úgyhogy mondták, akik Braddel vannak, hogy Bradnek kellett volna ezt megszerezni, Angie mindent kifog belőle taposni. Az a nő, az kőkemény. Talán jobban is jár egyébként Brad Pitt, hogyha nagyon gyorsan ezt a dolgot letudják, nagyon gyorsan elválik az Angelinától, és mert ugye ez később esetleg előfordult az, hogy mit tudom én, egy szerencsétlen baleset történik otthon, mondjuk előtt egy kukás autó, vagy ilyesmi, amit Angelina vezet, tehát hogy... Én akkor sem tenném ki a nyilvánosság elé. Tehát nyilván neki baromi fontos az image, az, hogy nézek itt, az hosszú évekig épített. Ha én Angelina lennék, akkor azt gondolnám, hogy nem teszem tönkre úgy a Bradet, hogy
hogy kiadom azokat a dolgokat, amiket ellenem vagy a gyerekek ellen elkövetett, holott nem értek vele egyet, és nagyon csúnya dolog, ha ezt valóban megtette, de kell lennie még a válásnál is egyfajta empátiának, vagy olyan szövetségnek, amivel nem árulod el, mert nem tartozik mindenkire a te gyengeséged. Miről beszélsz? Na párok, jó, akik tévéket vágnak ketté, mert nem tudnak megegyezni, azon a rohadt színes tévén. Te ebben igazad vagy, veszekedjenek, tehát hogy veszekedjenek CD-tokon színes tévén, én azt mondom, hogy hallottam, hogy van barátom, aki váló peres ügyvédő, mondta, hogy 2 darab CD-tokon ment egy-két hónapig a veszekedés. Nem, szerintem van az a pont, amit azért nem teszed meg, mert valójában tönkre tudod őt tenni. És lehet, hogy ő marihuána függ és alkohol függ. Jó, de hát most már érted, már vagy beteg, vagy szenvedélybeteg, de hogy egyszerűen nem teszed tönkre, mert nem adott ki ennyire a nyilvánosságnak azt, ami rátok tartozik, érted? Hanem már szóval, kiadta. Hát ki adta, ezt mondom, hogy ez egy morális kérdés. Kábítószeres gyerekverő a Brad Pitt, tehát ugye ezt már tudjuk. És az ügyvéd, az minden előfog. Igen, az a baj, hogy most már civilek is jelentették, tehát ha megpróbálsz elkötni egy kerozinos autót betépve a repülőtéren, hát az elég erős. Az elég erős. Ha egyedülálló vagy, és egy ilyen fiatal jápi, akkor azt mondják, hogy menő, de úgy szállsz le, hogy már gyerekek ott sírnak melletted, meg toporzékolnak, ez Brad imidzsének valójában nem tesz jót. Hát ezt kíváncsi vagyok, hogy ki volt az a civil, aki jelentette, és kinek a megbízásából egyébként, mert ez egy picit ez a munkatársunk jelentette kategória. Igen. Figyelj, itt nyilván a PR gépezet is ilyenkor baromira beindul, és azt mondja az NG-nek a menedzsere, meg a PR-os, hogy a te imidzsed nem sérülhet. Aki először felfedi a másik gyengeségét, az tud jobban kijönni az egészből. NG lesz a szent, aki megpróbálta a házasságot megmenteni. Brad meg a drogos alkoholista gyerekverő. Nyilván, ha te ezzel kijössz, akkor te tisztában tudsz kilépni ebből. Tehát innentől kezdve ez már a saját imidzsedről is kell, hogy szóljon, amire azért ők baromira vigyáznak. De azon nyilván... az áron is, hogy akit szerettél és 10 évig együtt éltél, az beletaposod a sárba ezen áron. Na ez, ez az érdekes kérdés. Véded saját imidzsedet. Hát, úristen. Hát és mindent megteszel azért, hogy tönkreted a másikat. Ne adj Isten tényleg, hogy megtörténjen, hogy egyszer Béka is a Terzsike nénit a szomszédból. Úristen, azok egymásnak feszülnek. Néni, még egyszer akkor elmondom, maga látta a Ferit, ahogy végig lögdöste a Kossuth Lajos utcán a Somát, és leakasztott neki 2 pofont, miután leette magát tejfölös sajtos lángossal. És folyamatosan mondta a gyereknek, nem hogy... Nem láttam én semmiet, nagyon rendesen, mert szép szájderék legény ez a Feri. És rendesen mondja neki, hogy szódával issza a parrozét, érted? Nem ásványvízzel. Tisztelt bíróság. Már nehéz, na marha nehéz ügy, de inkább a folyamat az, hogy tényleg a szerelem hogy válik, hát nyilván nem egyik percről a másikra gyűlölette, és mit képes annyira, megtenni. Annyira bírom az amerikaiakat, hogy annyira lazák, és annyira nem fér bele Magyarországon. Van egy amerikai talk show sztár, aki elmondta, hogy gyerekek, mind csodálkozunk, hogy iszik és drogozik, egy hárpiával él együtt, egy őrült neurotikus nővel, egyébként hazamegy, ott van egy őrült neurotikus nő, aki tombol, a gyerekei meg 13 nyelven beszélnek. Nem én. Angelina meg miért csodálkozik, amikor egy idiótához ment férhez, és annyira osztja mindkettőjüket, de leginkább egyébként hol Angie-t, hol Bradet, nagyon durván fogalmaz róla, és totálisan fektetik le a gyereket. Totálisan belefér, és olyan szavakat, olyan jelzőket használ Bradre is, ami itthon évekig rágódna rajta mindenki, hogy beszólj, de annyira lazák egyébként, úgy osztják a Bradet is közben, és elképesztő jelzőkkel illetik. Okay. Drága hallgatók, tehát a témánk a következő. Nyilván nagyon sok hallgatónk van túl már valamilyen válláson. Nyilván vannak olyan válások, amik eldurvultak, de most nem arra gondolunk feltétlenül, hogy mind ment a veszekedés, hanem azon lehetetlen állításokra vagyunk kíváncsiak, talán van egy-két ilyen hallgatónk is, amikor is tényleg bementetek a bíróságra, vagy beszéltetek az ügyvédetekkel, és ott szembesültetek, hogy mit mond rólatok a másik fél. Ami valószínűleg nyilván köszönő viszonyban sincs a valósággal. Tehát mit állított rólatok, mit hazudott, mivel próbálta elnyerni a gyereket, befolyásolni a bírót, a bíróságot, mit talált ki. Tehát most leginkább képtelen válaszokat keresünk, olyankor olyanokat, amikor hát ti szembesültetek azzal, hogy férjetek, feleségetek, a sárba akar benneteket tiporni, és minden megtesz, hogy ellehetetlenítsen benneteket. Vagy anyagi szempontból, vagy a gyerekek felügyeleti joga miatt, vagy csak egyszerűen szimplán bosszúból, mert nem is mindenhol van gyerek, vagy sok pénz. Nem? Csak a bosszú. Hát egy válás, egy bosszú az aztán hát nagyon megkeseríthet. Vagy a CD-tok késcserébe. Vagy a 2 darab, igen. Mert nem akar lemondani a 2 darab CD-tokról. Presser Gábor CD-ről. Másról. És egy Baby Sister CD-ről. Még 2. Tehát eldurvult válásokat keresünk. Ezt írjátok meg nekünk. Amikor először jöttetek rá, hogy nem lesz könnyű menet, mert a volt férjetek, a volt feleségetek ezt találta ki rólatok, vagy ezt állítja, jó? A Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:40-80 pontosan, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és Bradről, Angelináról beszélgettünk, valamint az eldurult vállásokról, és hát kiderült, hogy hallgatóink nagy részének is sajnos volt már ehhez, vagy ilyen szituáció szerencséje, amikor is hát nem úgy ért véget egy kapcsolat, ahogy indult. Ugye nyilván nem tud úgy véget érni, hiszen minden kapcsolat rosszul ér véget, egyébként nem lenne vége. Azért ez egy nagy igazság, nem? De tényleg. Viszont eldurult vállásokról beszélgettünk, amikor azzal szembesültél, hogy a bíróságon olyat kellett hallanod, hogy az ügyvéded azt mondta, hogy a volt férjed vagy a volt feleséged ezt és ezt állítja. Körbenéztél és magadra mutattál. Én? Ja, ez én vagyok? Bocsánat. Igen. Tehát nagyon, nagyon durva sztorik jönnek egyébként. Most nyilván megpróbálunk szelektálni, ez mindig is csak egy vinám reggeli műsor vagyunk, de tényleg jönnek nagyon kemények, amikor sok férfi, de akár nő is egyébként magából kikelve, hát teljesen valótlan dolgokat állít, vagy anyagi haszon szerzés céljából, vagy azért, hogy megkapja a gyermekeket. És azért ez számomra mindig nagyon-nagyon furcsa. Értem, hogy ebben van sértettség, fájdalom, és sok minden, de hogy mégiscsak együtt húztatok le azért egy csomó évet. Meg lettek gyerekeitek. Hol van az, hát már olyan? Hogy tudják ennyire emberek ezt egyébként elfelejteni, és így kikelni saját magukból, vagy hát válásunk gyűlölködni? Még... Nyilván nem könnyű, én voltam még ilyen élethelyzetben. Válásunk még lesz. Egyikünknek sem volt, én nem is tudok, ugye? Igen, hát neked lesz a legnehezebb helyzet. Igen, ez nehéz a bíróság. Neveddel, akkor nem is lesz. De hát olyan volt, hogy el kellett költözni ugye hosszabb kapcsolat után, és ezt én sose tudtam megcsinálni, hogy akkor na, fűrészeljünk. Nem? Hát ott hagyod, hát most... Ja, hogy fűrészik a bútort. Igen. Ja, most kicsit másra gondoltam. A fűrészelés? Miért akarsz a fűrészelés? Igen. Miért egy jó búcsú szexi? Hát az... Azzal nincs semmi baj, hát bárcsak mindenki ott tartani. Az én volt férjem azzal az indokkal adta be válopert, hogy iszom, nyugtatót és altatót szedek, verem a gyereket, persze nyilván drogozom is. A gyerek teljes felügyeletét akarta. Aztán kiderült, hogy amikor aláírtam a válóperi szerződést, amiben minden pénz, ház, vagyon az övé, akkor hirtelen ezeket visszavonta, és a gyerek az enyém lett. Tehát kvázi zsarolás, nem? Nagyon durva. Ismerősöm felesége mindennek a felét követelte válláskor, erre a srác elővette a láncfűrészt, tévé, ágy, szekrény, minden ment. Aztán mondta, hogy viheted. Egy barátunk elvett feleségül egy válóperes ügyvédnőt, amikor számon kérte a nőt a félrelépés miatt, a nő beadta a válókeresetet, minden vitt, a gyerekeket is csak akkor láthatja, amikor a nő engedi, és még havonta elteszi nyilván a gyerektartást is. Na, kellett neked kiabálni a félrelépés miatt, látod? Egy válóperes ügyvédnőt elvenni, nagyon kemény. Az énekszem azt állított, hogy az új páromos év molesztáljuk a gyerekeket és verjük, mindez persze, hogy kijelentette, ő nem tart igényt a gyerekekre. Azt állított, hogy alkoholisták vagyunk, drogozunk, 2 évig húzódott a per, átfogó orvos pszichológiai vizsgálaton át kellett esnünk nekem, az új páromnak és a gyerekeknek is. Nem akar gyerektartást fizetni, ezért inkább felmondott a munkahelyén, hogy ne tudják vonni tőle az összeget, ami minimum 15 000 forint lett volna. Ez 5 éve volt, azóta sem fizet. Utána járt a dolgoknak, hogy kell ezt csinálni, így behajtani se tudom tőle. Azért milyen szomorú, nem? Igen. Azt mondja, unoköcsém válláskor az anyós, mit csinál a költözésekor, ketté öntötte a dobozos kakaóport két zacskóba. Mondván, hogy mindennek igen. Jár a fele. És a papírdobot is ketté tépte. Igen, és szétvalogott a szemes borsot. Igen. Az azért anyukákot tudnak nagy varázslatot csinálni ilyenkor. Hát nyilván igen, nehéz szépen elválni, szóval ez egy baromi nehéz dolog, igen. Amikor letakadt a ház felé, tudtam, hogy nagy baj lesz. Szépen indul. A húgomtól a volt férje el akart perelni a 6 éves fiúkat, a bíróságon mindenféle okokat sorolt fel arra vonatkozóan, hogy miért alkalmatlan a húgom az anyaságra. Ezek között a legfontosabb az volt, hogy szegény gyerek senyved, mert a húgom nem ad neki gumicukrot. Ráadásul állandóan vinni akarja a játszótér a gyereket, így nem jó háziasszony, mert nem otthon vannak, mint mindenki más. Gondolhatjátok, milyen arcot vágott a bíró. Enikő küldte nekünk. Nem ad gumicukrot, micsoda kegyetlen anya, de tényleg. Elképesztő. Milyen emberek. Volt férjem azzal indokolta, hogy nem akar gyerektartást fizetni, hogy ő nem fogja finanszírozni a ruháimat. Vezető pozícióban vagyok egyébként. 15 000-et ítéltek gyerektartásra. A bíróságon azt mondta a bírónőnek, nekem azért van munkám, mert lefekszem minden férfival a munkahelyemen. Neki azért nincs, mert nem lesz a csicskája senkinek. Ezt gondold el? Amikor ez már nem is ugyanaz az ember, aki ott áll a bíróságon, mint akibe beleszeretve. A bíróság előtt ezeket a mondatokat bárki is komolyan gondolja. Tehát, hogy így mennél a bíróságra válóperedre, és azt mondod, lekvázom az asszony, már bocsánat, de ugye. De ez... Van az a fajta sértettség, meggyűjt és harag, hogy nem. Ennél még durvábbak is szerintem. Nincs annyi eszed, hogy a bíró nyilván azt mondja, hogy te Jézus Isten. Azt mondja egyébként, a bíró azt mondja.
Szerintem. Tehát, hogy azért ezek a dolgok, az is lefekszik mindenkiért, és azért meg... Én meg a szabadságom miatt nem... Nekem nemrég mondták ki a választ, a sztori vicces része, hogy a legutolsó tárgyaláson a volt férjem ügyvédje kért egy 5 perces szünetet, mert az exem már annyira belekeveredett a saját hazugságaiba, hogy egyértelmű volt. Már a bíró is látta. Üzeném mindenkinek, hogy aki el akar válni, az el is tud. Legyetek erősek, menjetek, járjatok utána mindennek, a ti és a gyermeketek boldogsága miatt. Balázs kérdésére senkinek nem kötelező elviselni semmit, ami a tetlegességgel meg alázással jár, nem az alkoholista drogos Bradbe szeretett bele. Nyilván mindenki felelős a saját döntéseért, Brad így döntött, hogy verekszik és inzultál. Barbie, aki nyilván Angie-vel van. Egy ilyen ember minek szül 3 gyereket? Szerintem Angie megvárta, amíg Jennifer Aniston férhez megy, mert azt a békát nehezen nyelte volna le, ha visszafut hozzá Brad. Igen. Sziasztok! Sokszor az ügyvédek túlbuzgósága, megfelelés kényszere miatt születnek rettenetes vádiratok. Nekem a válásom alkalmával az utolsó ügyvédi egyeztetésen ki kellett húznom a szöveg felét, mert az ügyvédem teljesen begőzölt és rágalmazó szöveget kreált. Nem engedhettem, hogy azt felolvassa, mert a fele hazugság és kitaláció volt. Azt mondta, de hát csak így lehet nyerni és jól kijönni a végén. Nem hagytam, mégis rendben elváltunk, írja egy hallgató. Azért ez is mennyire durva, nem? Amikor ott vagy egy felfokozott érzelmi állapotban, és az ügyvéd azt mondja, ezt is írjuk bele, és te mondta, hogy jó, ja, írjuk még bele ezt csináljuk. Is. És simán igen mondasz, hiszen egy ilyen pszichózisban vagy, amikor is bosszút akarsz állni, mert sértett vagy, vagy megcsaltak, vagy nem, elvették az autót, és akkor beleírsz egy csomó mindent. De hát ez biztos, hogy nagyon durva. Nekem a volt férjem azt állította a bíróságon, hogy legyilkoltam a kedvenc plüsmaciát. Jó. Nem, nincs smiley-el, gyerekek, nincs smiley-el, el tudom képzelni. Igen, és így megfagyott a levegő. De előtte a még terem, meg is kínozta. Igen. Igen. Volt egy pasim, aki amikor elköltözött, elvitte a villanykörték felét, mondván azt, hogy amikor hozzám költözött, üres volt a lakás. 5 éve laktam már ott, amikor hozzám költözött. Jó, de gyertyával világítottál, biztos. Atya Isten. És akkor van, aki nagyon helyes SMS-ek is. Nagymamám még 63 évig éltek együtt. Hát ez is tök cuki ugyanakkor, nem? Igen, csak ez kevés. Külön tehát szobában. Ez az egy jött. Jó, de akkor is együtt. Végül is. Igen. Na jól van, hát ilyen SMS-ek. Van egy durva, de ezt nem olvassuk be, nem akarjuk, hogy nagyon megfagyjon a levegő. Hát nagyjából ilyen SMS-eket kaptunk. Durva. Kíváncsi vagyok, mi lesz a folytatás. Ez a szemünk előtt zajlik majd. Ez biztos, hogy biztos, közvetíték biztos. Ebből hír lesz mindenből. Ez, igen. Ki mit akar? És most nem akarja odaadni egyik gyereket se? Csak azon, hogy csak láthatás? Csak láthatás. Igen, hát Brett közös felügyeletet akar, de nyilván ezt nem fogja megkapni. Csak láthatást. Aha. Csak láthatás. Igen. Mi teljesen normálisan váltunk ügyvéd nélkül 12 perc alatt, majd megöleltük egymást, és minden jót kívántunk egymásnak. Szerintem ez intelligencia kérdése. Be, nyilván, hát ez egy nagy köszöny, de hogy valóban így van. Kedvesen vagytok így. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Az egyik kedves hallgatónktól kaptunk egy levelet, és egy ilyen elképesztő esetre hívta fel a figyelmüket. Nap mint nap tömegközlekedéssel jár ő is, és azt tapasztalta, hogy a Móricz Zsigmond körtéren délután 1:30 magasságában olyan látvány fogadja rendszeresen őt is, meg az arra haladókat, ami egyszerűen feldolgozhatatlan és elfogadhatatlan. Egészen konkrétan hajléktalan úr ott nyúl magához a nyílt színen, fényes nappal úgy, hogy emberek járkálnak körülötte, gyerekek is, diákok is, felnőttek, minden, gyakorlatilag ott fényes nappal úgy, senkitől sem zavartatva, hogy senki nem megy oda hozzá, hivatalos emberről beszélek, és mondja azt neki, hogy jó napot, hogy csomagolja már el azt, amit el kell, és aztán pedig fáradjon el velünk valahol máshova, vagy fáradjon el ön egy másik helyre, ahol mondjuk ezt a tevékenységet úgy tudja végezni, hogy nem zavarja el a másokat. Egyszerűen elképesztő. De várjál, mert a szigeten például a futóknak mutogatós bácsit elkapják, azt simán és elviszik, őt nem viszik és el. Nem. De miért nem? Mert hajléktalan? Igen, mert ott valamiért belefér. Mindenki másra mutogat állítólag, hogy ez nem az ő területe, ez nem az ő kompetenciája, nem neki kell intézkednie, stb. Ez egy rendőrségi ügy. És ehhez képest meg ugye egy napról napra gyakorlatilag mindig megtörténik. Azt nem tudom, hogy mi történik ott 1:30-kor, hogy ennyire megugrik a libidója az öregnek. De mindig 1:30-kor, nem mond már. Az a hölgy, aki írt nekünk, az a kedves hallgatónk, ő ilyenkor szokott arra fele sétálni, és ezt tapasztalja. Nagyon. Hát menj el, nézd meg, hogy ez valóban így van-e. Uh-huh. Legyél te egy ilyen felderítő sasszemünk.
és menj el ma, és nézd meg, hogy ez valóban így van. És rögzítsem a tényállást. kérlek, légy és rögzítsd a tényállást, hogy ez valóban így van. Lehet ez egy következő poszta? Sebestyén Balázs official? Sebestyén Balázs official, utána jártunk, hogy ott van-e még a Móricon a bácsi. És kapuhajban van, vagy valahol ő fekszik középen? Nem, fekszik ott középen. Gyakorlatilag senkitől nem zavartatva. Tehát ott ő egyébként mindig ott pihen, csak fél kettőkor áll a zászló. Igen, és valamiért. Hát figyelj. Tehát, hogy totál nonsense. De például az arra járó emberek nem zavarják el? Mondjuk tudom, hogy... Mit? Tehát, hogy hát tudod, csak... azért most gondold el, hogy oda mész is. Ez nem a te dolgod. Nem a civil embereknek a dolga, hogy oda menjenek, aztán intézkedjenek. Há, és ha rendőrt hívsz, akkor mit mondanak, hogy nem az ő kompetenciájuk. Állítólag ott a forgalmi ügyeleten már csomóan jelentették, nagyon sokan szóltak már, de azt mondják ők is, hogy nem az ő hatáskör. Hát ő nem is a forgalmi ügyelet. A forgalmi ügyeletnek nem, ez a rendőrség hatáskör. Tehát a forgalmi ügyelet azt nézi, hogy a 7-es busz el tud-e menni a nem tudom milyen úton. Szerintem ők, tehát hogy neki az, hogy egyébként a busz megálló mellett. Hát, ezt nem az nem is tud foglalkozni, persze. Magával foglalkozik, azt szerintem nem érdekes a számukra, meg nem is kell nekik velük, de hogy a rendőrség miért nem lép, hát ez tök ugyanaz, mint amikor ugye a meséltem az iskolával. Igen. Kapcsolatosan a dolgot, ha beszéltünk a futókról, akiket uh-huh. ott. Nincs különbség. Hát nincs különbség e közt, hogy mit tudom, e közt, meg a közt, hogy mondjuk a Városligetben valaki széttár egy balonkabátot, és alatta nincsen semmi. Nincs különbség. Bár ugye a... keresném a különbség, de nincs. Bár a bóricon kevesebb a fa. Nem azért, hanem hogy ő nem olyan szándéka, mert a mutogatós bácsi az úgy, hogy tudjuk, hogy milyen szándéka csinálja. Ő csak örömet szerezne magának, ha hagynák békén a Móricz Zsigmond körtét. Ha csak szellőztet, igen. Igen. Nagyon érdekes, furcsa. Hát nem tud az ember ezzel nagyon mit csinálni. De azért ma legyél az élő szemünk. Nem tudok adni, de egy óra. Legyél ma az élő. Direkt játsz most már arra. Járik így körbe, és így próbálom meg csekkolni. Aj, késik. Jaj, mindjárt fél kettő, és még sehol az akció. Én azért kell, Móricon van egy lánysuli, és lehet, hogy emiatt fekszik ott mindig. Aha. Egyébként. Lehet, hogy ez hozza őt. Igen, ez hozza őt erős izgalmi állapotban. Persze. Itt az ok szerintem kicsit kevésbé fontos, mint inkább az okozat. Hogy azért ezt látod. Most gondolod, hogy egy gyerekkel sétálsz befelé, két gyerek, egyik kezed, az egyik gyerek, a másik kezed, a másik gyerek, és akkor sétáltok szépen A-ból B-be, és azt látják a gyerekek, hogy ott a bácsi valami fura dolgot mivel magával. Inkább is ezt, mit, hogy magyarázod meg a gyereknek? Elfordítod a fejét? Hogy mit csinálsz? Hát próbál. Igen, terelsz. De szép sukkóda. Feleset ugye, hogy igen. De alapjából ez köszemérem sértés, hát erre kiíthatod a rendőröket, egyértelmű, nem? Egyértelmű, de mondom, többször előfordult már, és mégsem változott semmi. Lehet, hogy a rendőrök sem hiszik el. Hát az nem lehet az. Lajos az nem, hát biztos nem csinálhatja. Hát az szerintem, hogy... Na mindenkit ilyen Lajos. Én ezeket a nyilvánosan szexelőket se értem egyébként számomra. Az is teljesen rejtély, hogy ki az, aki ingerenciát érez arra, hogy valahol félreálljon az ő párjával, szerelmével, szeretőjével, és így kocsira feltámaszkodjon. És de nem éltél igazán, ez most már biztos. De nem arra gondolok, hogy elvonultak valahova, mit tudom én, a hármas határizegy zugaiba, és akkor ott, hanem hogy így a főút mellett. Megállva, hát nem, igen. Hát ezt meséltem, mit láttam egy pár évvel ezelőtt a főút mellett, ott Suzukinak neki támasztotta asszonykáját, és akkor rettenetesen ügyködött rajta. De azt nem rosszul látok, persze visszatolattam direkt megnézni. Hajrá! Nyomtam két dudát, mondom, óriásiak vagytok csak itt. De én nem értem, tehát ez valakinek örömet okoz. Én nem értem igazán, ha engem ez nem hozzá lázba. Persze. Miért? Mindig elmentek a Bajza utcába valahova, és akkor bújjákotok valahol a Klauzál téren? Feldobja a békát az Alfának. Fényes nappal a térfigyelmű kamera alatt. Van valaki, aki ezt szereti? Igen? Van benne egy olyan nyílt. De más helyen. Az, hogy elmentek tényleg valamilyen erdőbe, és akkor ott leterítettek egy pokrócot, arrébb pöckölétek a poloskákat, meg a sáskákat, és akkor azt mondta, hogy egy gyere béka, esünk egymásnak, várjál, meg kicsit szúr a csalán, menjünk arrébb, az oké. Okay. De azért nem mond nekem, hogy a Klauzál téren ott egy kapuajba azért nagy ingerenciát támad arra, hogy neki támaszd a békát egy szemetes kukának. És ingerencia az van, de... Tehát azért ezt így nehezen tudom elképzelni. Nagyon sok ilyet látok egyébként. A legszebb az volt, emlékeztek, ahol ment ez a Google autókörbe, ami ugye befényképez az összes utat, és hát ő ugye nem válogat, és volt az egyik képen egy ilyen, ahol éppen ment a móka kacagás, és föl is tették. Kitakarták az arcokat. Igen, az arcokat, tehát azt nem lehet látni, de egyébként minden más. A blőrözés magát azt lehet. Van benne valami jó, tehát mi is kapcsolatunk hajnalán, mi is csináltunk ilyet, hajnalán, tehát mi is csináltunk ilyet, hogy jöttünk haza a Bécsből, és akkor ott láttunk egy ilyen kis tisztást, megálltunk.
többit nem írom meg, mert holnap megírja a Borsos Balázs az M7-es, az M1-es mellett bujákodott szerepel. Egy hétig szedegettétek egymásból a kullancsokat. Igen, de hogy kicsit szúr, kicsit kényelmetlen, tehát szerintem idillibb, mint ahogy elképzeled. Tehát az egész az olyan, hogy elkezded, hogy a szabadban szeretkezés az milyen jó, és az, amikor valójában ott vagy, akkor rohadtul csíp a bogár, szúr a bot, jön a muslica, csíp a szúnyog, és az egészen jó, jó, mert hogy oké, most csináljuk meg, de hogy egyébként meg figyelsz balra jobbra, hogy nem eljön valaki, szóval szerintem jobbnak képzeled, mint amilyen valójában. De nem ettől izgalmas, hogy rajta kaphatnak? Hogyha kvázi nyilvánosság előtt csinálod? Hát nem, nincs nyilván egy erdőben, azért kevés a nyilvánosság. Egy arra járó vadász mondjuk esetleg rád pörköl kettőt, mert azt hiszi, hogy... ott a feje, már látom, az belül egyet a szemed közé. Nekem is jól esik szívem. ott túl. Miért ilyen nagy szabadban egymásnak esők vagytok? Hát én szeretem az ilyesmit. Igen, tényleg? Persze. Erre, arra csatangol. Mint megálltok egy disznó mellett, való új kigyors. Hogyne. És a disznó is beszáll. Nagyon hülye. Disznószag, erre mindig beindulok még kapszak. Ez mindig magával ragadne. Meg a kolbászfüstlő illatát. Az aztán te, ahogy az beindít. Na gyerekek, egy komoly és kézpénzt összek, ha valaki elkapja Ferit, jó? Tehát legyen ez az új küldetésetek, hogy figyeljétek valahol az erdőben félreállított alfát, ha láttok, menjetek a nyomok után, mert Feri valahol ott üzekedik a párjával. Nagyon jó. Egy tó partján. Hát most... Jobbra-balra dől a nád. Nem biztos, hogy már töri. Nem biztos, vagy vágja. Hogy horgászunk. Mi is csináltuk, hogy kipróbáltuk, de hogy valahogy nem jutottunk. Tehát én nem érzem azóta, hogy tényleg megálljak valahol, nem tudom. Az értáblánál. Megálljak az értáblánál, csak azt mondom, hogy... Miki is panaszkodott, hogy szúr a bot, de hát most nincs. Azért az izgalmas, hogyha valamelyik szomszédnak a kertjébe bemásznátok, és azt csinálnátok. Én szerintem ez beteg. Neked van ilyen, perverziót? Hogy... Az bátor lenni. Egy mászak át a két öreg nyugdíjas gróf leszármazotthoz, és akkor ott a spanyol kecskerágó bokor mellett tegyen magam. Nem, arra gondolod, mint Dos Potékos. Ül elő. Csak félreztet, nem vagyok kezdve! Az olyan doszpot... Már egy két ügyel! Az olyan doszpot, egyszer lából lőni, és azért az nagyon nyomorúságos, hogy mesztelenül menekülnék a doszpotéktől, tudod, egy ilyen törölközött magam köré csak... Kényszerű időítézkedést fogadatosítok! Igen, az egyébként jó lenne. Miért neked van ilyen vágyat, hogy bemászni a szomszédhoz? Vagy szerintem, hogy merül fel? Azért az izgalmas. Ez egy projekció nyilván, tehát nekem igen. Mondod, de közben erre te vágysz. És milyen a szomszédod? Mit szólna hozzá? Vagy van ott valami? Nekem igen, elég rendben vannak a szomszédjeim. Tehát van ott egy kis műkőszegély, ahova le tudnátok feküdni, vagy egy dedencel? De úrba. Csak fehér kőkemény úrba. De pont ez benne az izgalmas. Hagyj, fájjon. Nem tudom. Szerintem tudod, mi van ez így a kapcsolat elején? Oké, és akkor utána, de... Néha egy kis újdonság, hát olyan jó az. Igen, de volt, hogy mentél a Dunavarsányi Gőzgombóc Fesztiválra, és akkor valahol félreálltatok? Nem jöttem a Dunavarsányi Gőzgombóc Ott félreálltatok békával? Hol volt tényleg? Igen, még arrébb raktam a hátsó ülésről az elcsomagolt gőzgombócokat, amit hazavittem. Meg a lebencsleves ételhordóban az kicsit kiraktad, átradöntötted az ülést. Nem a lebencslevest, azt már megittam az úton hazafelé. A 100 halombot a jól ajatott üzefesztiválon voltam éppen. Most voltam a múltkor, nagyon jó volt. És akkor onnan is, ahogy mentünk haza, persze, igen. Akkor a finomítatlan olajat eltettem. Az jó egyébként, hogy megállítod a liftet, az nekem például tetszik, vagy mint elmentek egy romantikus hotelbe, és akkor ott, mint a medencébe, de mondom, ez a susnyásba való. A medencébe. De neked a medence. Valahol. Tessék? És akkor utána te... becsúnyálkodtok a medencébe. És utána emberek pedig... abba úsznak. De az otthoni medencétbe csináld. Dehogy is, nem. Az nincs annál jobb. Mikor elmentek, mint vannak olyan melleszállodák, ahol este 10-ig nyitva van mondjuk a meleg víz, és akkor le tudsz menni. Tessék? Tesó, én oda csak tisztaságot viszek abba a medencébe. Ha tőlem csak tisztább lesz ez a medence hidel. Bármit csinálok, magad, tessék? Nem mondom, hogy a befejezésnek kell jutni, de hát azért nincs jön közben. Nem már idegen medencébe csinálni, hát az annyira... Ne haragudj. Jézusom, ne legyetek már ennyire. Mi van, papák? Mi van? Hát, idegen medencébe? Mert aztán a Túrkevei Malac Fesztiválon... Ja, Istenem, ne legyetek már ennyire papák. Hát ott a gőzbe jön föl a meleg víz, este van, november van, sötét van, füstöl a víz, nem láttok semmit. Viki, azt hiszed, ott van meleg. Engedjen el. Én férfi vagyok. Ó, szabd.
Persze, hát hívhatsz bármi. Csak csináld már. Hívhatsz bárminek, de ez nagyon jó folytás, és közben rájössz, hogy a feleséget 20 méterre tőled kiabál, hogy Balázs Balázs. Léci, ne. Ne, hát mi van? Nem már, hát is a Gőzgombóc fesztiválon csinálom, hanem ha eljöttem, hát érted? Soha nem volt még ilyen élményetek, hogy valamilyen gyönyörű, volt, szabadtéri, a csillagos ég alatt egy wellness szálloda medencében este 10 órakor nem volt ilyen? Hát nem. De mi mitől félsz? Hát, hogy utána jön a személyzet, és azt hallom a hátam, hogy hozzátok a hálót, ezt már halászni kell. Nem, vagy az a baj, hogy nem vagy romantikus. Aha. Tehát nem vagy romantikus. Elkezdene hörögni utána a víz tisztít. Jó, hát arról nem tehetek érted. Nálad így leállna a rendszer. Leég a motoráját. És megállna a rendszer. Érted? Én ahova megyek, az csak tisztább lesz. Tehát az nem romantikus, hogy az erdő szélén, az nem romantikus? Nem azt mondom, hogy nem romantikus. Nekem nem annyira jön be, hogy ott mászik a kullancs beléd, csípa, izé, sáska, és kettős izé, szúnyog ül a farpofád. Azért én ettől behalok. Nekem ez nem. Az erdő szélén, Feri, az se egy biztonságos dolog, hogy neki támasztod a békát a vadetetőnek. Folyát! Aztán a seged megengedik a sörétet, akkor meg utána azért kapaszkodsz. Na, drága hallgatók, írjátok akkor meg nekünk, tessék vallani. Jól vagy rosszul végződött a szabadtéri kaland, jó? Hol voltatok utoljára? Adjatok ennek a két nagyon konzervatív... Jó, Feri igaz, de a Feri jött vele ebbe a témában. János, aki kiborult a wellness szállodába, velencével. Az nekem sok. Hát, hogy ez igen? Érted. Na, írjátok meg, jó, hogy hol volt, mit sikerült. Azt is írjátok meg, ha nyomorult lett nyilván. Persze. Tehát ha nagyon rákészültetek, kis piknik kosár, kis abrosz, leterítettétek, érted, éppen vetközött az asszony, és egy óvodás csoport sétált el mellettetek. Mint a mópus, nagyon, nagyon énekelve, jó? Tehát nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy nagyon romantikus volt, és beteljesedett minden, amit szeretetek volna, hanem nyomorult kültéri próbálkozásokat szeretnénk leginkább olvasni, amikor valamit elképzeltetek, egy idealizált szituációt, és aztán tényleg, hát vagy vadász jött, vagy rátot nyitott a kabinos néni a wellness medencében, ahogy János mondja, vagy hát az erdőben nem úgy sikerült a dolog, jó? Fura, hogy te ki vagy ezen a medencén, komolyan azt hittem, ez neked tetszene. Nem, csak higiéniai szempontból. Hát miért? Na, este már nem kell fürdeni. Már este már fürdeni. Igen, most képzeld már. Azon, hogy fölmész a szobába, lefekszel alszol. De ezt valaki használja utánad. Képzeld, mert ilyen beszéltek. De nem kell befejezni a dolgot. Hát csak ott valami kis maszatolás, kis együtt fürdés. Persze. Terikém, úgy láttam, leázott a szépség maszkot. Jó, hát tudom, hogy utána te kimosod a vizet meg a törölközőt, meg ezért kihalászod a dolgokat, de nem romantikusan kell ezt elképzelni. Miért más ember belemegy a büdös lábával, azt tedd, az tisztább? Jó, érted? Hát vagy belemegy és leáztatja a fenekéről a paksi magyarókat, meg a tűzérnaspolyákat, meg a húszárkörtét, meg a becsár talért, érted? Szerinted tiszta vízbe mész bele? Neked meg Erzsikém hámlik a orrod. Na jó, Ákos jön a hírekkel, jó? Tehát rosszul sikerült, balul elsült szabadtéri próbálkozásokat várunk. Ez itt a Morning Show. Morning Show. 3:49 múlt pontosan. 2 perccel. Na mi van, elment telefonálni wellness szállodába? Nem wellness szállodába, most beszélni meg a Mónikával, hogy akkor ma délután az M0-ás mellett állnak meg valahol. Móni, hallottad a Balázsik, miket csinálnak, hát időben nem megyek wellness szállodába. Ja, nem, igen, és ebben mondjuk igaza van. Abban más is fürdik. Ne tedd tönkre őket. Sose tudják meg. Mindig zárás után kéreckedünk be a medencébe. Tehát mi mindig csak, amikor bezár a szálloda a wellness részleg, akkor gyorsan 2000 forintot adunk még a biztonságőrnek, a takarítónőnek. Csak mondtam, hogy jelentettek már biztonsági őrök. Igen, már jelentkeztek egyébként, hogy valóban igaz a történet, mert láttak itt ott. Gyerekek, hát mindenkinek van valami fétis egyébként. Na, megbeszélted Mónikával? Mit? Mi nem fogunk ilyet. Én nem akarok ezzel szembesülni, meg egyébként a mi formánkat ismerő, rögtön tényleg bejön egy nyugdíjas csoport után. Feloltanak őket, és távolról hallanak, hogy közelednek a hangok, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a papajás pakolást én kipróbálnám, Ferikém. Jó, én meg megyek az ion toporézisre, jó?
Nézd már, valaki van a medencébe, beülünk. És ott van, ott lennétek ti. Jó félnek látszódnak. Igen. Kedves Balázs, kérjük ezen túl, kerülje velem szállodánk szolgáltatásait. Üd Egger, Szalók, Zalakaros, Miskolc, Tapolcon. Jó, Balázs, tavaly mi egy szállodában mellesztünk. Tavaly mi egy szállodában mellesztünk, remélem. Csak remélni tudom, hogy utánatok voltunk a medencébe. Igen. Mi szeretjük az efajta feelinget. Utánatok használtuk a jacuzzit, és 9 hónapra megfogant. Na, hát nagyon jó történetek vannak, ugye arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor az ember szabadban próbálkozik kicsit hancúrozni a párjával, és aztán nem úgy csül el, ahogy szeretném. Nagyon helyes esemesek vannak. Szó átvitt értelmében. Szó átvitt értelmében, igen. Velünk a következő történet, autóztunk a párommal, látunk egy jó kis erdősávot az úttal befelé, gondoltuk, hogy egy picit hancúrozunk egymásnak, esünk, volt nálunk egy pléd, elkezdtük ott, aztán inkább a kocsiban folytattuk tovább, jól el voltunk, párásodott az üveg rendesen, egyszer csak valaki kopog az első szélvédőn, kinyitom, kintja a párom, hogy mi a fene történt itt, ott állt egy hajléktalan bátya, a plédet elvihetném. Bátya. A plédet elvihetném. Látunk a párommal úton hazafelé egy magas lest, fél éve telt, mire jutottunk oda, hogy ki is próbáljuk. Sikerült egy erdei út mellett itt választani, amíg ott voltunk, öt autó ment el mellettünk, és rájöttünk, hogy nagyobbnak gondoltuk a helyet is. Attól féltem végig, hogy egy szálka megy a fenekembe, és szétesik alattunk a szerkezet, ami küldte nekünk. Egy erdő mélyén már nagyon a lényegnél jártunk a párommal, amikor egy idős bácsi nekiállt mellettünk berúgni a Simpsonját, mint kiderült cirok seprűhöz vágott anyagot, ezért nem láttuk, hogy végig ott bujkált az akció alatt. Egyszer a párommal látunk egy magas lest, igen, ezt olvastam. A kalandom az volt az erdőben, gondoltuk a pasimmal szexeljünk, bokor mellett voltunk, majd jött az örej, és lovas csapat ugratott felettünk. Felettünk! Beaküldte nekünk. A Tiszán csónakban volt egy kis móka, csak a víz vitt minket, a horgászok furcsán néztek ránk, a végére a csónak is leengedett, ki kellett, hogy evickéljünk. Piactéren hajnalban egy asztalnak támaszkodva szerettünk volna együtt venni, ám a történések közepén megérkeztek reflektorral az árusok. Azt a kapkodást és azokat a tekinteteket soha nem felejtem el. Így egy hallgatunk. Valaki pedig itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Halló, Zsú, Nati, hol voltatok? Van itt a közelünkben egy ilyen kis elhagyatott bányató. Senki nem, de szerintem nem is tudják, hogy ott van, és hát ott voltunk kint egész nap. Marhá ráértünk, és hát értitek, hát akkor... Egymásra találhatunk, igen. Igen, közben mondom, ilyen kis repülő jött. Jött egy repülő a fejetek felett? Aha, ilyen kis szét a repülő, nem is tudom, vitorlás, vagy minek nevezik. Ment ott egy kört még. De hát az úgy nem zavart, azzal nincsen semmi gond, és akkor mikor úgy végeztünk, pakolászunk, és akkor meg így besétálnak a fa mögül a kis család, apa, anya, kisfiú. Kisfiú is, tényleg? Nem tudom, mióta vártak ott, fogalmam sincs, vagy pont akkor jöttek volna abban a szent pillanatban, hát nem hiszem. De rajtatok keresztül akartak ők is eljutni valahova? Tehát lemenni nem, ők is lejöttek a vízhez. Lejöttek a tóhoz, megvárták illedelmesen, míg befejezitek. Aha. Hát gondolom, hallották, hogy valami folyik ott. Ja. Aranyosak mondták, hogy Pistike, gyere vissza a fa mögé. Várjuk meg, amíg befejezik. Ja. És akkor gyerek ott áll. Mondták, jaj, nézd csak arra, az ott milyen szép fák vannak a másik irányba. Igen, valószínűleg levették hogy mi történik. Hát gondolom, mert azért biztos hallották. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Egy bányató partján voltunk nagyon jól, egy padon, egyszer csak megveregette a vállam egy srác, hogy nem láttuk-e a bicikliét, mert valaki ellopta. Azt mondja, hogy kimentünk a közeli mezőre romantikázni az exemmel, már javában ücsködtünk, a talpam a szélvédőn belülről, az exem feneke ugyancsak jól látható volt, mikor már majdnem a csúcsra értünk, hirtelen felkapcsolták a reflektort, Premier Palma láthatott minket a mezőről, a szemben lévő autóból. Mesztelenül hátra menetben távoztunk. Anna küldte nekünk. A szép mendei határban nekikeztünk, ahogy kell, de ránk rontott egy vatkan. Mondanom sem kell, életünkben nem futottunk még akkor át, és Pisti küldte nekünk. A második találkozás erdőben megtörténnek az események, majd mikor indulnál rájössz, hogy megsüllyedt a sárba az autó, gyönyörű érzés szex után, mikor odaszólsz a kis csajnak, hogy te told már meg, légy szíves. Felbecsülhetetlen. Nekem is volt egyszer egy ilyen estém, egy tó mellett, szép, jó volt minden, romantikáztunk, míg pont
egy horgásznak, akinek elfoglaltuk a helyét, meg nem érkezett. Nagyon fair volt, adott egy kis időt, amíg felöltöztünk. Csilla küldte nekünk. Bakonyban egy barlang bejáratánál romantikáztunk, mikor beteljesedett a dolog, és befejeztük, a köröm sötét barlangból kiszólt egy női hang, hogy mindent láttunk. Kiderült, hogy 5 méterre tőlünk a sötét barlangban szintén volt egy pár, csak mi nem láttunk be a barlangba, mert hogy ott sötét volt, kint pedig világos, úgyhogy ők mindent láttak. És végigbozizták az egészet. Igen. Jobb, mint használt, hogy brum. Volt barátom, elhatároztuk, hogy kimegyünk csillagokat nézni, szabad ég alatti szex, előkészülünk pokróc, rendesen bele voltunk melegedve a dologba, amikor megjött a bátyám, és megkérdezte, minden rendben, nem fáztok? Erdőszéli tisztáson autóban, amikor letöröltem a párát az ablakból, egy komplett birkanyáj bámult befelé a juhásszal együtt. Azért az is elég szűrűs lehet, nem? Letörlöd, és ott állnak a birkák. Igen. Mi egyszer egy tiszai stégen estünk egymásnak, az akcióhoz egy egész turista hajó gratulált. Parádi erdő, 5 bögöly csípés, 0 élvezet. De nagyjából egyébként ennyi van benne. Ja, ezt az egyet találtad, az összes többi örül neki, a szabadtéri szexnek, te meg ebbe kapaszkod. Janinak a wellness szállod a fürdőjéből, igazából az a baja, hogy drága. Egyértelmű. Ha nincs benne a csomagárba, akkor nem. Jani eleve nem egy nagy vízimádó, szóval, hogy... Nem. Igen. Mi a Dunaparton szoktuk, néha egyszer egymásnak estünk, egy folyami luxushajó, meg egy uszály kötött ki akció közben mellé, nem hittem a szemünknek. Na jól van, Gyulai Várfürdőben az exemmel a medencében, főszezon, de jó. Na hallod, látod, mások is csinálják azért, tehát mire te bemész abba a vízbe, ott már egy csomó minden történt. Úgyhogy ettől nem eddig kell se járt fürdőbe a Jani, na de hogy most be nem teszi a lábát az ügyen. Nem leszel. Hát nem ez nagyon, el. Akkor ez nagyon, nagyon, most mind nagyon vigasztal engem, hogy nem csak Sebestyénik után kapok egy hajszálvékony úszósapkát. Próbáld ki egyszer. Eleve nem vagy tényleg nagy vízbejáró. Nem. Tehát, nem. Hogy nem mész. Nem, a Balatonba sem mész, a Velencei-tóba sem mész, az Atlanti-óceánba sem mész, földköziteket. Nagyon nem szereted a vizet. Lep meg egyszer Mónit egy ilyen romantikus wellness hétvégével. Egy éjszaka elmentek ilyen kis baldahinos ágy, rózsaszirmok, lecibálod a wellnessbe, 10 után ad 500 forintot a biztonsági őrnek, nyitva adja a wellnesst. Hogy kapcsolja ki a vízszűrőt. A vízforgatót, mert beszipad. És kicsit ott így rákezdesz egy ilyen csillagos ég alatt egy ilyen kültéri medencébe. Elkezded, aztán Móninak tetszik, ő is beszáll. Próbáld ki. Kicsit néha az embernek ki kell lépnie a komfortzónában. Ha azok a medencék mesélni tudnának, miket mesélnének? Hát mik történnek egy wellness szállod a medencében? Hát érted? Hát értem. Tudni persze, nem akarom. Persze, hát. Rengeteg fehérjéről, kukoricáról. Mi a szaunában? Hát a szaunában is egyébként. Na jó, de a szaunában is vannak azért olyan, hogy is mondjam, csak iratlan, meg írott szabályok, amiknek meg kell felelni. Tehát én azt sem szoktam érteni, amikor a szaunában mondjuk valaki bejön, és így letotjan a nagy seggével csak a izére, az ülőkére, és aztán körbe izzadja az egész autót, és azért viszel magaddal egy törölköződ. De hát te meg ott vagy a kis jéger alsóban a szaunában. Hát érted, én meg bemegyek a jéger alsóban. És gumicsizmában. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.